még mielőtt belekezdenénk itt a Forzába, el szeretném nektek mondani azt, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feliratkozást az Archivum csatornára, ugyanis tegnap meglett az 5000 feliratkozó, ami sok mindennel járt, így az 1000 és az 5000 feliratkozó között sok minden jött, sok mindent észrevettem, például azt is, hogy egyre több női néző nézi a vodokat, meg idősebbek is, meg fiatalokbak is jobban rátaláltak a vod csatornára, aminek tökre örülök. Na, képzeljétek el, hogy július óta már 1440p-be kerülnek fel a vodok, illetve már az időbélyegeket is egyre többször használom, úgyhogy ha mondjuk például a World War 3-as első benyomások videómban nem érdekel titeket az, hogy hogy állítgatom be a karakteremet, meg ilyenek, akkor bele tudtok tekerni, hogy legyen már játék. Vagy hogyha nem tetszik egy kör, amikor vanguardozunk a hard móddal, akkor is kihagytok pár köröket. Vagy hogyha nem érdekel titeket a beköszönés, egyből már a meccsekre is tudtok ugrani. De ugyanez van például a Vice City-s végigjátszásnál is, ha megnézitek az utolsó részt, akkor küldetésekre fel van bontva, és időbélyegekkel tudtok ugrálni küldetések között, úgyhogy ennyibe is fejlődött a YouTube csatorna, az Archivum csatorna, úgyhogy hát én úgy látom, hogy megéri az időt, hogy amit erre áldozok, és hát remélem, hogy ti is értékelitek ezt a hozzáállásomat. Mivel elérzékenyültem, 2022-től újra szabad lesz majd kommentelni a vodak alá. Hype! Úgyhogy köszi mindenkinek még egyszer, hogy lájkolja a videókat, feliratkozik a csatornára, illetve még a csengőt is megböki. Erre ki szerettem volna még térni egy kicsit. Reggelem, E-Hunter, Archivum, Siege, keresés, cut, like, és fejet lehajd. Te így nyomod, Adri? Ja, és még azt is akarom nektek mutatni, mielőtt itt még forzáznék, hogy elkezdtem kírogatni a számomra legérdekesebb Humble Bundle-ös akciókat, ugyanis már több éve Humble partner vagyok, és lehet, hogy ezt sokan nem tudjátok amúgy. Szóval, hogy itt tudtok engem támogatni, hogyha a Humble-on vásároltok. Vagy store-ba, vagy bundle-t vásároltok, vagy a havi előfizetéssel. Csak mondom. Úgyhogy ide kiraktam ezt a Choose Wisely-s bundle-t, meg a Black Friday-esat is, és akkor ki van írva, hogy mikor, minek lesz vége. Úgyhogy, hát adunk egy ilyen esélyt ennek az egész dolognak. Kicsit a Facebookon is lesz content, de ha nem akarsz Facebookra járni, ne idegeskedj, nem kell Facebookra járni. Nincs Facebookod, nem akarsz Facebookra járni, mutatom, hogy erre mi a megoldás. Mutatom, készülj fel, gyej. Na, előveszem nektek a Discordot. Na. Itt a Discordomon van egy olyan szoba, hogy role választó. Ott, hogyha bepipáljátok azt, hogy Facebook, ott, oda ráklikkeltek, látjátok, ott van, hogy pont nem látjátok, de ott van, hogy Facebook, ott, oda klikkeltek, akkor megjelenik nektek itt egy Facebookos szoba. És akkor itt kint van minden. És nem is kell, hogy legyen Facebookotok. Ott van Discordon. Még meg is pingelt titeket, hogy haló, a Facebookra új értesítés jött. Most már játszunk. Most már játszunk. Csak ezt el szerettem volna nektek mondani, hogy ilyenek vannak. Bizony. Egyébként, hogy értetted azt, Tibi, hogy egyre kevesebbet tudsz lenni majd streamen? Mármint, hogy írtad, hogy valami munkát váltasz, hogy mi miatt? Köszi a linket, Dave.
Szia, Hiperkarma! Üdv mindenkinek! Én hackkelem az arckönyvet, gyap-gyap, igen-igen. Milyen neve az Discord szerodnak? Vadászkunyhó. És úgy tudsz csatlakozni, hogy beírod a csatlakozást, nehogy jántör. Vagy ott a leírásban ráklikkelsz a linkre. Basszusi, most nézem vodon, hogy te vadásztál, és én nem láttalak. Hát én is azt néztem, Tibi, hogy vadászok 3-4 órát, és nem láttalak. Azt én is néztem, hogy mi történt a Tibivel. Vadászat van a Stinch streamen. A nyárat, A nyarat azt látjátok, hogy elég szépen megtoltam. Ha sikerülne elérnem a 26 pontot, akkor lehetne egy Deloreánusom. Csak mondom, a Deloreánusom lehetne. Mit fogunk ma csinálni? Mondtam, hogy fesztiválokat, kalandokat. És ahhoz nekem az kellene, hogy először is oda átmásszak. Most nem fogtok látni semmit, de én igen. Szóval átmászok ide. És akkor csináljuk tovább a... Üdv újra itt, Kobra! Csináljuk itt tovább az eseményeket? Nem az események, nem a fesztivál eseményeket, hanem a kalandokat. Igen, most kár, hogy tél van. Ó, na, veri muzsika. Jaj, nem akartam itt nyomni semmit. Ezt a lenti weboldal szöveget átíratnád, én most kattintottam rá először, azt hittem, hogy tényleg valami weboldal, de az kitézgat. Linkek vagy valami. Ja. Aha. Jól van, átírom majd, lovacska. Azért van amúgy így megcsinálva egyelőre, mert hogy ha majd lesz weboldal, akkor majd nyilván weboldal lesz. Szóval, ha beírjátok azt, hogy janter.hu, akkor a linkekes oldal jön be, ahol ott van minden link. Kivéve a short csatorna linkje, az még nincsen. Mert a short csatorna a YouTube-on az még hivatalosan nincs beindulva. Be kell indítani. De a lovacska majd segít beindítani. Ő ért az ilyen beindításokhoz. A DeLorean már nem lesz meg sajnos, a szezon véget ér, de lassan jön a tavasz és Toyota a Hachiroku. Na de várjál! Na várjál! Azt mondjátok, srácok, én nagyon nem vágom a Forzát. Azt mondjátok, hogy mivel most éppen tél van és jön a tavasz, és akkor itt vannak ilyen menőkocsik, hogy már sose lesz nyár, és akkor vége ennek a szezonnak, és ilyen már soha többet nem lesz. Ezt már csak AH-ba lehet megvenni. Ne, hát akkor lesz új szezon, és akkor lesz új évszak, és akkor lesz új jutalom. Ne! Francba. Na, itt nézegettük, hogy milyen versenyek vannak. Köszönöm szépen, amúgy, vagy, mint, hogy milyen fesztiválok vannak. Hogy hívják ezt? Kaland. Igen, a kalandon fesztiválok vannak. És a Mexikóból csináltuk a vocsót, az a kis bogár. A bogaras kalandokat csináltuk, most viszont jön a Góliát. Kész. Ilyen a Horizon Achievement. Jó, köszönöm szépen az infót, szeretnék kocsit váltani. Ez egy GTA-s járgány. Nem tudom, hogy a GTA-ba hogy hívták. Hát a tavaly nyarat te se éred már el sehol. Azt hittem, hogy ez ismétlődik, Avid. Azt hittem, hogy ismétlődik. Ez szomorú. Ez a fehér kit. Jó, de ez a GTA-ból melyik kocsi? Mert hogy a GTA-ba is van ilyen kocsi, csak szerintem a Vice City-be van amúgy. De nem tudom, hogy pontosan melyik. Oye, amigo! Actually, we have the go-ahead for the Goliath? Genial! Hát köszönöm minden esetre az infót, srácok, ezzel a szezonnal kapcsolatban. Én sose csináltam még ilyet a Forzában.
De amúgy teljesen logikus, amit mondtam. Ja, és amúgy, ha már itt ennyi mindent promózok, akkor csak, hogy elegetek legyen mindenből, hogy sose játszik a E-Hunter, sose semmi. Van E-Hunter vadászai klub, és lehet csatlakozni. Megkeresitek, küldtök egy kérelmet, én pedig elfogadom, és akkor is nagyon menők lesztek, és természetesen 8 cm-rel minden is hosszabb lesz. Még a bevásárló lista is. Köszi szépen amúgy Frozia 28 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat. Most nézem Google-on, ez a Ruiner 2000 a GTA 5-ben. Aha, zombi. Ruiner 2000. Azt hittem, hogy ez ilyen Vice City-s kocsi. Most irodában vagyok száműzőn, mert művezető lehetek, és emiatt be kell szoknom a magasabb beosztás csodálatos környezetébe. Na, de hát ez előrelépés, Tibi. Azért, hogy most nem tudsz itt lenni a streameken, hát elhiszem, hogy szomorú vagy, de... Figyelj, ha élvezed, meg tetszik, meg minden, akkor én ennek örülök. A Portal Wars-t próbáltam, mert az is ilyen forzás dolog? Vagy ez most micsoda ez a Portal Wars? A negyedik részben a második héten lehetett megszerezni a leggyorsabb autót a játékba, de másfél-két év múlva megint berakták a rotába, szóval nincs minden veszve. Ó, köszi szépen! Az a helyzet, hogy így mint kis noob itt a Forzába, nem igazán vágom, hogy hogyan kell a feladatokat megcsinálni. Itt, persze ide van minden írva, de hogy mit tudom én... Tehát, hogy például kocsiaim sincsenek mindegyik feladathoz. Voltak olyan feladatok, amihez kocsit kellett volna vásárolnom, hogy meg tudjam csinálni. És úgy lehet pontokat kapni. Úgyhogy... Hát igen, még van hova fejlődnöm itt a játékba. Mert ez a játék nem csak arról szól, hogy tövig nyomod a gázpedált, azt csókolom. Nyomni kell a W-t. Pont, hogy nem. Pont, hogy nem. Vicces bug, fél évbe futottam Forza 5-ben, első indításkor pont a névválasztásnál kellett altefényezem. A második indításkor már a bemutató versenyt indította. Igen. Nincs neved? Ja, hogy ugyanaz a neved, mint ami a karaktereknek is, akivel beszélsz. Mi történik, hogyha most kérsz operátort? Hát valószínűleg visszakapod a pontjaidat. Ugyanez a neved, mint akivel beszélsz, durva. Én Kobrának neveztem el magam, mert az a Kobra az vicces. Lehet mondani, hogy megi, hogy XD. PvP Portal Wars. Nem, ez ez a Forzában egy mód, ez a Portal Wars amúgy. Stig, az mit jelent, Frozi? Nézd a jó oldalát, Tibi. Így, hogy nem annyit leszel streameken, legalább tudunk dumálni offline streamen kívül, Discordon, hogyha gyertek fel Discordra, hogyha esetleg nem tudtok a streamen lenni, aztán kidumálunk mindent is. Ez a nevem, a Top Gear-es fehér ruci sofőr után. Akkor most azt mondom, hogy ja, tényleg, Frózi, mert tudom, hogy mire gondolsz. Tudom már, hogy ki az a Stig. Jó, csinálom. Jó, a Forza? Fantasztikus. A PvP módot nem próbáltam, de... Akik PvP-t, mert hogy próbáltam a PvP-t, bocsánat, hülyeségeket beszélek.
Próbáltam a PvP-t, borzalmas volt, mert mindenféle gond volt velem, de akik forzázgatnak, azok azt mondták, hogy már jó. Azt mondták, hogy így, hogy eltelt már 1-2 hét a megjelenés óta, már jó. Mi volt az ebéd? Olyan cipó, mármint, hogy ilyen zsemleszerű, olyan ilyenek voltak a zsemlébe vágva, ez a nem tudom milyen zsemle, és kenőmájassal. Csak mondom. Olyan ilyen nyújtott cék voltak a zsemlébe. Szakértő vagyok, amúgy. Na, hogy fog elindulni ez a gól? Ilyen? Császár zsemle, szerintem az lesz. Igen, azaz. Köszi szépen, srácok. Császár zsemle, igen. De legalább jól körülről tudtam írni, hogy mire gondolok. Száraz, ez az. Ha száraz, akkor én... Hát nem is tudom. Nem tudom, mit válasszak. Száraz... Ez a Chevrolet. Miért írja ki azt, amit mondasz? Azért, hogyha esetleg valaki süket, vagy éppen nem tudott füles vinni magával, akkor valamennyire megértse, hogy mit mondok. Persze legtöbbször hülyeséget ír ki, de nagyjából lehet érteni. Ha zavar, akkor meg kapcsolt ki. Hányat tettem? Kettő császárzsana. Igazi császárból készült? Igen. Ez az! Ott megy előttünk Frozen, Avid, Chaucer, itt van Pisti is, hát ez egy elképesztő futam. Akkor nem csak nálam ilyen kevés a Drive Avatar az utakon? Nálam mindig vannak játékosok. Hú, Frozen, de jó kocsid van. Hopp, nem. Avid Pop is, neki is olyan kocsija van, mint nekem. Ez biztos valami ingyenes járgány. Jaj, a világ, nálam mindig vannak. Nálam mindig vannak a játékban. A legundibb dolog amúgy a Forzában az az, hogy más elől megy. Most... Ja, ezzel kell visszapörgetni. Szóval más előtted megy, és te úgy fékezel le, hogy neki mész. Ez a legundibb dolog, amit csak lehet csinálni a Forzába. Jó, elég lesz már. Ez nem lett jobb. Le kéne lassítani. Pisti podcast közben forzázik, lebukott. Lehet, hogy ez mindez csak egy felvétel. Reagálnak a chatre podcast közben? Na? Na, ugye, lovacska? Na, honnan tudod, hogy az élő vagy nem élő? Amúgy... Na szóval ez a legundorítóbb dolog, amit lehet csinálni. Meglököd az előtted levőt, szegény Lord Fairy. Amúgy Lord Fairynek milyen beteg kocsia van. Na várjátok, ez miért egy körös futam, amikor igazából... egy nagy kör van. De hát belaggolt a játék. Jó. A vid meló közben játszik és csetel. Gyap. A Forza mindenkit lebuktat. Na. Tessék hátulról megtolni, vagy valami hasonló. Nézzétek meg, oroszkán megelőzött.
Szabad ilyet? Ilyen mikrolagjaim vannak amúgy a játékban. Nagyszerű, tiszta verseny. Amúgy, aki közületek forzázik, srácok. Ki az, aki megvette, és ki az, aki Game Pass-szal nyomja? Forza streameket jó hang, kép nélkül nézni, mert tetszett az a kijelentésem, hogy valaki toljon meg hátulra. Érdekes, érdekes. Game Pass, mindkettő, az igen, Frozen. Ha bankot raboltál, akkor csak pislog, nem kell mondanod semmit. Pislog kettőt. Én megvettem Steamen. Nice. De jó festése van? Ez ilyen alap Blade. Nem tudom, hogy honnan van ez a kocsi. Én 300 forintért vettem most a Game Pass-t, és 3 hónap hozzáférésed van. Tényleg amúgy nekem van egy... Szeretne valaki Game Pass-t nyerni? Mert nekem van ilyen kódom. Joker, te szeret? Igen? Na jó, de ha csak Joker akar, akkor az úgy nem vicces. Az úgy bunda. Na jó, hát akkor mindjárt csinálunk valami sorsolást. Ez ilyen, mindjárt mondom milyen Game Pass-om van. Mindjárt mondom, hogy milyen Game Pass-om van, mert lehet, hogy ez nem is jó nektek Xbox-ra, ez csak PC, és mindjárt megnézem. De az nem csak az Xboxhoz jó? Nem tudom. Nekem valami kódom van. Kaptam ilyen... A Discord Nitrohoz járt... Xbox Game Pass, és valaki elküldte nekem a kódját. Ilyen lehetséges? Ilyen lehetséges, srácok? Amúgy jó nagy ez a pálya, tetszik. Discord Nitrohoz járt ilyen Xbox Game Pass, nem tudom pontosan milyen, majd megnézem. És azt elküldte nekem valaki. Hon van? Basszus. PC-s verzióra nem működik a kód. Xbox Ultimate egy hónapra? Szerintem 3 hónapos, Krisi. Ez 3 hónapos. Május 27-ig lehet beváltani. Oké, első hely. Bocsánat, srácok. Néha így le kell kattintanom a chatre. Ha épp nincs moderátor. Zavarnak ezek a mikrolagok. Húsz perces a kör? Jézusom! 20 perces asztalra. Szerintem nem így gondoltátok a kihúzást. Na most jól lát. Még egyszer szeretnétek látni? Jó, mert nem fogjátok. Magától visszament. Öntől. Oda néz. A map körül? Ez egy olyan meccs, hogy a map körül megyünk. De jó! Nem
Lennék moderátor? Olvaska, te biztos nem lennél moderátor. Beléd látok, te biztos nem akarsz lenni moderátor. Na, Matko közben írt valami okosságot. Ugye nézem. Szóval ez egy 20 perces kör. Durva. Jó, akkor ezután csinálunk valami sorsolást, jó? Mármint, hogy nem valami sorsolást, hanem azt a Game Pass-t kisorsoljuk. Mindjárt egyenesben megyek, és akkor elolvasom, amit Mappó írt. Aktiválható PC meg Xboxon is. Ha most igazán nagy troll lennék Mappó, akkor azt mondanám, hogy persze, aktiválható a... Aktiválható a Game Pass PC-n is, meg Xboxon is, de csak Xboxon tudsz játszani. De hát én nyilván nem vagyok troll. Egyébként is ki az, aki trollkodik egy moderátorral? Na ugye. Jó a muzsika. Ibi, te szívesen lennél moderátor? Ó, igen. Mindenki ezt mondja. Miért vannak mikrolagjaim? Ez miért van, srácok? SSD-n van a játékom, azt néha beakad egy picit. Nektek is volt ilyen? Amúgy a 300 forintos Game Pass az mindig minden formában megérős, KB Junior. Nem bírja a gépem? Ja, akkor lehet, hogy egy 3090 Ti-t kellett volna venni. Na de majd az új monitorral, azzal nem fog akadni. Ilyen csak akkor szokott lenni, hogyha 2-3 órája játszol a játékot. Na jó, akkor majd ráeresztünk egy újraindítást. Haló? Fele, akkor a fele már megvan. Pont 20 perces amúgy a meccs, vagy milyen hosszú? Ségó szervered volt, az igen, Xoxio. Nekem kod szervereim voltak, MV 1, 2, meg 3. Csak kb. Autótól függ, aha. Nagy a gond. Na jó. Mert ha egy előrejelzés, hogy mikor lesz vége a meccsnek. 15 perc múlva, vagy 20 perc múlva, hogyha gondoljátok. Nincs olyan, az egyik legnépszerűbb COD 2 szervert sok-sok éven át. Az osztályodba, Lovacska? Ez a Game Pass-os dolog pár napos amúgy? Nem. 3 hónapos. Az ideális ívet mutatja? Az buzis, srácok. Ideális ív azoknak van, akik... Haló? Valaki gyorsan segítsen neki. Ne szállj! Ki akar túrni? Ne szállj, haló? Az ideális ív azoknak van, akik féket használnak. Az országba? Na jó, Lovacska, nem mondtad, hogy ilyen menő vagy. Legközelebb valami szőnyeget terítek eléd, amikor bejössz a Discord szobába. Mit szólsz?
Mármint, hogy csak pár napja jött. Ne, hát szerintem már, nem tudom. Ez már régebbi dolog, Mappó. Tippel nem kéne. Bár a fene se tudja. Szia, Levi! Nagyon jól áll a gyémánt nálad. Valami egyenesebb utat is tehettek volna ebbe a pályába, mert így nem tudom olvasni a csetet. A Nitro Xbox Game Pass az egy hete jött. Na, tök jó. Köszi szépen. Előtte YouTube Premium volt, igaz? De jól néz ki. Megy az előrejelzés. Köszi szépen, Mapko. Ú, de jó hangja van. Na-na! Istenem, megijesztettek. Még egy kicsit vissza. A visszapörgetés amúgy olyan, mint az ív használat, meg a fékezés, csak mondom. Na, így kell kirobbantani a nyulat a bokorból. Egy igazi férfi nem pörgeti vissza. Jaj! Jó, ez nem megy így, srácok. Na jó, most éppen pislogtak, én nem pörgetem vissza. Valami hülyeséget csinál itt a kontrollerem. Hé! Na, ne szállj! Hihetetlen. Na jó, ha ne szállj megnyerni, akkor visszapörgetjük eddig a pillanatig, jó? Benne vagytok? Nyilván amúgy eddig nem lehet visszapörgetni. Gyanús. Egy igazi férfi vezetni is tud. Jó. Köszi szépen amúgy az infókat, srácok, a Game Pass-szal kapcsolatban. Fedezd fel 200 utat Mexikóba. Hú. Az nem túl előnyös. Itt jön, előzni akar. De, hát de hogy? Hát most egyszer kerülök jobbra, egyszer balra. Nem előzünk meg, ne szállj, haló. Itt huncutkodik mögöttem, ne szállj. Nem hagyom magam. Jó. Tiszta verseny, persze. Hogy visszapattant a fáról. Erről a visszapattanásról mindig eszembe jut a Shroudos Battlefield 2042-es klip. Az megvan nektek? Láttátok azt, srácok? Ha nem, akkor majd megmutatom. Nagyon vicces. A patogó repülőgép a felhőkarcolókon. Kipróbáltad Game Pass-ba a Forzát és megvetted Steamen. Nice, Blade, örülök, hogy megtetszett. Neked az előző Forza is bejött, nem?
Anna. Megjött a 100 000 csatornapon? Ne, és aki, gratulál. Arra gondolok, vadparaszt. Itt a vége! Itt a vége, fuss el véle! Ott is van! Na nézzük, mit írtatok itt a Game Pass-szel kapcsolatban. Na. Azt mondta a Mapko, hogy aktuális a fuck you nekem. Uh-huh. Én meg elolvasom, hogy mi az, amit kaptam. Két hónapos Xbox Game Pass Ultimate. Igen, ez Xbox Game Pass Ultimate. Jó. Na de én arra nem jöttem rá, hogy... ez most Xbox only, vagy ez PC-s is, ez a kód. Mit mondtak erre, srácok? Vagy erre már mondhatok valamit amúgy, mi? Gratulálom mindenki, akinek az igenre tippelt. PC-n is. Nem tudom pontosan, hogy mennyi éves egy... Nem tudod pontosan, hogy mennyi egy éves Xbox? Nem. De szerintem egy 20-as körül van. Kecske. Mondjuk lehet, hogy drágább. Amúgy valószínűleg nem egy 20-as, hiszen 5000 forint az Xbox Game Pass Ultimate. Nem tudom, 30-40 körül? Ha jól tudom, az Ultimate mindkettő. Jó, srácok! Nem, akkor van kötve, ha van, akkor mindenhol? Nem, ez nem ilyen. Az Ultimate az elvileg mindenhol jó, de van olyan Game Pass, ami csak PC-s, és van olyan, ami csak Xbox-os. Frozen, nagyon szép és szexi vagy itt, amit küldtél a privát üzenetbe. De máskor a dick pikeket, azokat majd akkor küld el, hogyha vége a streamnek. Na, srácok, hát akkor sorsolunk, mit szóltok? Na, és mivel nagyon kedves vagyok, ezért 50 trófea lesz egy jegy, és 10-et lehet venni, és 10 percig lehet nevezni, mit szóltok. És mindjárt mondom, hogy kell nevezni. Na, srácok, ez egy nagyon olcsó dolog. Most rendkívül olcsón mindössze az időtökkel fizettek, ami ugye trófába konvertálódik át. Tehát, hogy ha van 50 trófád, akkor tudsz venni egy jegyet. Hogyha van 500 trófád, akkor tudsz venni 10 jegyet. És úgy kell nevezni, hogy a eHunter botra írsz egy privát üzenetet,
ami az, amiben az, hogy felkiáltva a jegy, szó köz a jegy száma 1 és 10 között. Kakasos már vett is 10-et. Én úgy tudom, hogy a Game Pass PC, Game Pass Xbox, aha, aha. Én is valami ilyesmit tudok, de nem vagyok ezekben biztos, Jazzgear. Köszi szépen az infót, és köszi szépen amúgy a tippeket még egyszer. Na, ez jó volt. Ez jó volt. Akkor végül ez jó PC-re? Néha. Én nem vagyok benne biztos, KB Junior. Mapko linkelt egy fakut, de én nem esküszöm meg anyám életére, hogy ez működik PC-n. De Jazzgear megesküszik. Dodge Charger. Hú, 31-es szintű lettem. Ja, 32-es szintű lettem. Yeah. Sárgát! Sárgát! Ah, csak 35 ezer Cristiano Ronaldo. Kakasos, neked pont 500 trófád volt. Biztos van ott még a talomba. Köszi szépen amúgy a követéseket közben, srácok. Te is megesküszöl? Köszi szépen, Álni. Köszi szépen, hogy édesanyám életére megesküsztök. Nagyon rendes tőletek. Hey, azt mondja Mapko. Ha korábban voltál már subscriber, vagy jelenleg is van Xbox Game Pass for PC, vagy esetleg Ultimate feliratkozásod, akkor valószínűleg nem tudod, nem fogod tudni begyűjteni ezt a 2 hónap trialt az Xbox Game Pass Ultimate-hez. Ilyeneket mond Mapkoit. Na, srácok, úgy néz ki, hagyjuk, hogy végigbeszélje itt a dolgokat. Mizul Sárni, végigbeszélje a dolgokat a néni, bár ezek szerint végigbeszélte. Úgy néz ki, hogy Mexikó kész van. Mexikó kész van. Nézzük meg a Horizon Apex-et. Tulum Karant verseny. Vészeld át a vihart. Akkor nem hallassam el. Azt mondja Santist Levi, hogy de ez nem trial. Én megmondom őszintén, srácok, nem tudom, hogy ez micsoda. Annyit tudok, hogy a Discord Nitrohoz volt, és köszönöm szépen a felajánlást egyébként. Ha valakinek vannak még ilyen felajánlásai, tudja, hogy hol talál. Na. Nem tudom tényleg amúgy, hogy honnan van ez a Chevrolet. Eltűntél a Genshinbe péntek óta? Hoppácska, hogy-hogy? Hogy-hogy? Mi ez, ami ennyire beszippantott a Genshinbe? Amúgy rohadt jó játék a Genshin. De azzal kezdte, én is azzal kezdtem, Frozy, de én ezzel, és csak... tehát, hogy van a felső és az alsó, és én az alsóval voltam, és a felsővel kezdtem. De nem tudom, hogy miért kaptam a felsőt. Valami üzenetben volt. Én 5 kilós szarvas húst ajánlok fel. Megyek. Mert szereti az anime csecseken. Á, biztos ennél több van. Amúgy, ha már van passzom, én a Rave Breaker próbáltam ki most, és egyszerűen alig tudtam letenni. És ha már Game Pass, tudtátok, hogy a Torchlight 3 benne van a Game Pass-ba? Legalábbis a GGD az ezt írt, hogy benne van a Game Pass-ba, és így megnéztem, hogy WTF, hát akkor kéne valamikor a Torchlight 3-azni, hiszen az nekem egészen eddig kimaradt. Amúgy a Rave Breaker rohadt jó, KB Junior. Ez egy rohadt jó játék. Elég sok pörgetésem van? Ó, köszi, hogy szóltál, Béd. Valóban, valóban. Olyan szuper pörgetést akarok. És azt olvastam, hogy szuper pörgetést házak feloldásával lehet állokkolni.
Köszönöm szépen a 40 ezer Cristiano Ronaldot. Amúgy igen, a Fallen Order is benne van. És amúgy a Fallen Order 14 euró Steamen. Még, ha valaki esetleg lecsapna rá. Ha emlékezetem nem csal, még a Mortal is benne van. Köszi szépen az infókat. Az, hogy ez egy Zelda PC-n, amivel már 1000 éve játszanék, és a gacha mechanikák se annyira részesek egyelőre, de még nagyon early game-ben vagyok, lehet gyorsan elillan majd. Hát a Game Pass az mindig nagyon jó árni. Ja, Back 4 Blood is benne van. Back 4 Blood, igen. Nekem, megmondom őszintén, az nem tetszik a Genshin-be, hogy animés. De ennyi. De nem ez a visszatartó erő, ami miatt nem játszok vele. Jaj, srácok! Még mindig nevezhettek a Game Pass-ra. Még van 3 percetek. Nekem most a Game Pass a Conan Exiles-t hozta el. Annó nem vettem meg, nem érdekelt, most barátok rávettek, és én nagyon elvesztem benne, jó nem abban a részében, amiben a többiek. Építek, petet nevelek, levelezgeted őket a kembe. Tök jó. Nekem is majd be kéne fejeznem egyszer a Conan-t, úgyhogy hogy mindent megcsinálok egy mapon. Szóval te nem szereted az animecseseket. Ezzel nincsen gond, én szeretem az animecseseket, kakasos. Amivel gond van, az, hogy nekem túlzottan... Hát olyan animés, ami nekem annyira nem jön be. De például Dragon Ball-ozni meg Naruto-ozni eljátszogatok, de nekem túlzottan animés. De amúgy meg alapvetően szívesen genshinezni, tehát hogy... Ja. A Halo kampány az benne lesz a Game Pass-be? Azt mondod, KB Junior? Benne lesz, aha. Köszi szépen az infót. Köszi szépen, srácok. Igen, igen, az elementál kombózás az rohadt jó a Genshin-ben. Nem te írtad el a parancsot, Huntalan, hanem hagyjál már békén. Amúgy nem érdekel, hogy... Én éppen valami... Apex-et akarok csinálni? Én várom az Ikaruszt, jaj, a hiperkarma. Nézd csak! Meg tudom neked mutatni? Ez csak. Coming 4 deaths. Vagy ezt pont nem látjátok? De látjátok. Coming 4 deaths. Város. Város. Na ne. A Solasta is most le van árazva, de azt a nyomtad is, Mapko. Amúgy csak nekem van ez, hogy véletlen rossz e-mailt írtam be diszkre, és az én e-mailemet meg nem engedi, hogy átírjam. Hú, nekem ilyen nem. Ja, hát a Genshin-ben is rohadt sokat lehet grindolni. Na jó, srácok, nem tudom, hogy most hogy nyomhatom az Apex-et. Apex? Térképen jelölt ki. Hát, és mit kell, mi az, amit keresnem kéne itt most? Jobb alul. Tulum. Ah, ez az.
Köszi szépen, Termi. Köszi szépen a helpet. Nézzük meg közben, hogy ki nyerte az Xbox Game Pass-t. Az Ultimate-et. Köszi szépen, Tiba, köszi szépen, srácok, a helpet. Oda néz, farkaskölyök, ha itt vagy, akkor te vagy a szerencsés, a nyertes. Jó, sokan neveztetek erre a Game Pass-re. Ó, köszönöm szépen, ott van Tyap-Tyap, linkelt nektek egy kis infót ezzel a Discordos Game Pass-szel kapcsolatban. Nektek is, hogyha van Game Pass-etek, akkor oda tudjátok adni a havernak, vagy bárki másnak, tehát hogy el tudjátok ajándékozni, mert hogy kódot kaptok. Na, farkaskölyök, gratula, elküldöm neked a kódot, hogyha esetleg gondod lenne a beaktiválásával, nyugodtan szólj, nyugodtan jelez. Ez most egy Discord, Facebook, nem tudok beszélni, Twitch suttogó üzenetbe megy el ez a kód. Have fun! Jó, hogy nem már Instagramot mondtam, meg OnlyFans-t. Iviven is elküldhetem. Szevasz, MV! Na, srácok, most fogjuk megnézni az Apex első eseményét, a Tulumot. Oda néz. Ó, tehát ott nyomják. Tartsd a tempót! Oké. Hoppácska. Azt mondják, hogy drukkoljunk, hogy az időjárás ilyen maradjon. Hát most nézzetek el oda a távolba, milyen villámok vannak. Szerintem is amúgy rohadt gyönyörű az ég. Elfelejtettem amúgy újraindítani a játékot. De ezután még a gépet is újraindítom, nehogy az legyen a kifogás, hogy amiatt vannak ilyen mikrolagok. Bár aminek igazán örülnék, az az, hogy exkluzív fullscreen módba menjen a játékom. Ja, gyönyörű a játék, KB Junior. Bocsánat, srácok. Meg kell néznem valamit. Jó. Pedig én adnám a full screen-t a játékba. Attól talán megszűnnének az ilyen kis mikrolagok. Szia, Nózi! Hoppácska, Bakai Pannak, köszi szépen a 9 hónap töretlen támogatásodat. Srácok, tergessétek a szörnyeket Pannának. Nekimélyétek a csetet. Na. Ilyen nem lesz többet, srácok. Ilyen nem lesz többet, de megmutatom, hogy kell csinálni. A moderátorok most lehet, hogy morcosak lesznek. Na. Nyugodtan. Bárki, nyugodtan. Én most megengedem. Ez egy külön engedély nektek. Ez az. Mutassátok meg, hogy hogyan kell pergetni. Mármint, hogy hogyan kéne. Ez az. Gyönyörű. Amit műveltek a csettel, ez egyszerűen gyönyörű. Még. Köszönöm szépen mindenkinek, srácok.
mindenkinek szabad. Lájkolod? Amúgy ez egy rohadt jó funkció a Twitch-en, nekem nagyon adja. Követői hangulatjeleket, meg nem animáltakat kéne. Ja, olyat lehet csinálni. Találd meg Ramiro repülőgépét a folytatáshoz. Fényképezd le a Jade szobrot. Juss fel a központi rom tetejére. Hát én abban profi vagyok, mert azt szoktam csinálni, amikor PvP-zünk. Köszi szépen srácok mindenkinek, aki részt vett a kántálásba. Amúgy szerintem... Igen, jól látjátok. Talált egy pajtát, micsoda? Nektek is belagolt a játék? Szóval, hogy átmentem az XP-s pont felett. Na végre. Fényképezd a Jade szobrot. Ezek opcionális feladatok. Ami nem opcionális, az az, hogy megtaláljam a repülőgépet. Nektek is belagolt? Ja, jó, oké. Rádiós jeladó. Lájkoljátok a ruhámat. Új dallam, találd meg a megfelelő helyet a Horizon Pulse rádió jeladójának. Köszi szépen, Panna, még egyszer a 9 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat. Ez a fényképezle a Jade szobrot lesz. Beállítjuk. Nem filterezünk. Egy rendkívül értékes tárgy. Hidd mindenkinek, srácok, sziasztok. Jó. Találd meg, hova érkezett Ramiro, és van még egy olyanunk, hogy fénykép... Ez az aranyszobor volt. Mondjuk igen, ez eléggé aranynak nézett ki. Az ott a küldetésnek a vége lesz. Hol lehet a másik szobor? Na jó, elmegyünk akkor oda a végébe. Amúgy, ezt 50 szeggel nem mered megcsinálni, fog meg a salátám. Köszönöm szépen a salátás átköltést, Adri. Amúgy megmerem csinálni, de ez volt az utolsó ilyen szveges kántálás. Igen, szürke csillagokra megyek. Csak ugye nem mutatta az előbb. Ja, hogy értem, mire gondolsz. Tehát a szürke csillag az opcionális. Értem. Oké, megvan. Van-e belső nézet? Van, persze. Igen. Na, mindjárt meg fogjuk előzni Viridianát. Oda néz. Megtaláltuk amúgy a Jade szobrot is. Valahol. Ebből csak le kell fotózni. Ja, ott van. Új Jade szobor. Úgy.
Majd meglátom, hogy beruházok a DLC-kre, egyelőre csak az alapjátékkal játszom. Ugye, ha úgy érzed, hogy elfogyna a content, tényleg a... Mi az? A DLC-kkel még ki lehet húzni egy kicsit. Értem, tehát azt mondtam, hogy nekünk termi, hogy a szürke csillagok jelzik azt, hogy hol az opcionális küldi, és a... Itt, amit mutat nekünk a GPS is, hogy merre kell menni, az meg a fő küldetésünk. Ez tök jó volt. Zsír. Mintha bent ülnék veled. Hát kinek mi kakasos, aki még nem nyomta annak? Izé, annak hatalmas content így is akkor nem. Hagyd el! Cennote! Vágját a viharon! Hú! Srácok, ez ilyen Battlefield-es lesz? Ez Battlefield 2042 kopi lesz, csak mondom. Remélem felkészültetek. Egy tornádot! Tegyél elém egy tornádot, játék! Át kell vágnunk a mocsáron. Ez az. Legyünk koszosak! Lesz korábban kijött, mint a BF 2042? Hú, hát akkor... Hát... Akkor a az előző Battlefieldben biztos volt, tehát akkor is Battlefield copy. Nekem a Battlefield 2042-ben tényleg a tornádó tetszett a legjobban. Hú, kalkasos, amúgy ez egy jó teória, tehát időt utaztak. Időt utaztak a Battlefieldesek a kopizáshoz. Aha. Bevitte a papírjaimat a vadafalk erre a másik műszakban, mert holnap mehetnék. Na, hát ez tök jó, Adri. Túl leszel az elsőn, és már olyan, mintha mindig ezt csináltad volna. Nekem a quit gomb tetszett a legjobban. Lovacska nagyon toxikus van. Oda néz! Oda néz! Hát már mindjárt kiakad. Fel fog robbanni. Az első 35 év a nehéz, utána már menni fog, mint a karikacsapás. Ne! Ja, a mellékküldetés az jó. Ne kacsingassatok a karakteremre, légy szíves. Már foglalt. A szíve már foglalt, és a teste is. Welcome to Horizon Apex. Ready for my road racing program? Nagyon PC lett a karakterem?
csak addig ilyen, ameddig nem találunk a jobb ruhát neki. Na hát én mondjuk ezzel kezdenék. Lanuras gyorsasági. Ó, mehetsz. Tényleg amúgy olyan, olyan nincs a játékban. Na, játékos ház felfedezve. Na. Csönd. Én nem ezt akarom, tehát térkép. Tehát, ezt kell megnyomni. Aha. Tehát nincs olyan szűrő, hogy a már teljesített versenyeket elrejtse. Ilyen miért nincs vajon? Jó kérdés, mi? Amik nem újak. Hát én szívesen adnék ruhát, mert kb. Eddig csak női cuccokat pergettem a férfi karakterem. Nekem is férfi karakterem van. Szóval, hogy nekem is férfi a karakterem, és női ruhát kaptam én is szintén. Ez egyik részben sem volt benne sajnos, pedig jöhetne. Szerintem sokan örülnének neki, hogy el lehessen rejteni ezeket a versenyeket, amiket már csináltatok. Köszi Tibi, hogy itt voltál, szia! Szép napot neked, várunk vissza. Ha lenne, se tudnád még elrejteni, mert van elsődleges, másodlagos és pár harmadlagos cél is. Oké. Okay. Én hiszek neked, hiperkarma. Itt folyamatosan teljesülnek a challenge-ek. Amúgy azért a Corvette elnyomom mindig, mert szeretném a kiválóságát fejleszteni. Ó, 18 pont elérhető, akkor már lehet, hogy ki is maxoltuk. Extra 20% TP a szabad barangolásba végrehajtott trükkökből. Extra 15% TP a következő 10 gyorsulási versenyen. Aha, hát ezt valószínűleg nem fogom csinálni. Trükk sorozataid egyre keményebbek, most már csak 2 ütközés után szakadnak meg. Na, de jó. De jó. Mindig is ilyeneket akartam pörgetni. Na, 19 kiválóság és maxos lesz a Corvette. Juppi. Ez most micsoda? Ja, köszönöm szépen. Üdv mindenkinek, srácok. Sziasztok. Nekem te ne, légy szíves, GPS. Most vált igazán világossá, srácok, hogy nem ütköztök fával, hogyha eléggé fölé kerekedtek. Tehát, hogy sosem fogtok fával ütközni, hogyha fölötte mentek el. Most már világos. Balácska, hogy van? Most kap ilyen bőrápolót. Ilyen... Már megint kapok valami díjat. Cheese forzalink. Tehát. Balácska, kap ilyen tablettát, mert allergiás volt a kajákra. Valamilyen kajára, nagy valószínűséggel a halas, répás kajájára, nedves kajájára. Azt kapott, mert az volt a kedvence, az volt az, amit így tonna számára meg tudott tenni. És
Sajnos kiderült, hogy allergiás rám, ezért sebes lett egy csomó helyen a bőre, lehullott a szőre, meg mindenféle gondja volt. És most kap tablettát arra, hogy vitamin tablettát arra, hogy újra legyen normálisan szőre, ott ahol lennie kell. És most úgy néz ki, hogy megint sebes lett az álla, meg sebes lett több helyen is, és hát én nem tudom, hogy mitől, mert hogy ebben a tablettában csak vitamin van, a vitaminra meg nem lehet allergiás. Szóval így én azt mondtam Adrinak, hogy 50 tabletta van, ez azt jelenti, hogy 50 napig kapja a tablettát, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Most egyébként is bundaváltás van, veszi fel a téli bundáját, nagyon durva. Valószínűleg azért kezdett el bundát váltani Karácska, mert többször is kiengedtem most ilyenkor ilyen hidegekben a kertben, persze úgy, hogy kint voltam velem, és belekezdett a bundaváltásba, nagyon vicces. De ha már senki kérdezi a tabletta adagolás, hogy megy, nagyon unalmas, folyamatosan össze kell törnöm neki a borrá a tablettát, mert a tablettát önmagában nem hajlandó megenni. Egyébként is nagy darab, tehát 4 felé vagy 6 felé szét kéne törni, de hogy Karácska nem hajlandó megenni, csak úgy, hogyha borrá zúzom a tablettát. Persze, aki nem tud úszni, nem ásszon fára, mert jön a helikopter és elüti a villamos. Így van, Lovacska. Szóval, Kanácska hogy van? Élvezi egyébként az életet. Én egy kicsit szomorú vagyok, mert nem tudom, hogy mit kéne csinálni, hogy megegye a kajákat jól, megegye a gyógyszerét, és legyen normálisan szőre. Tablettát össze kell törni, hogy fel tudja szív... Nem, ezt meg kell ennie, nem szívogatja. Visi, az más. Csak hámmal visszük ki a kertben. Hát nekünk 30 négyzetméteres kertünk van kerítéssel, úgyhogy... Eleinte mi is hámmal vittük ki, de mivel ez egy kis kert, és mindig figyelek, ezért nem parázok, hogy elszökik. Állatorvosnál jártunk-e vele? Persze. Az a helyzet, hogy eddig 4 vagy 5 állatorvoshoz vittük el, és egyik se segített azon, hogy elmondtam neki, elmondtam mindig a házi orvosnak, hogy folyamatosan folyik valami cucc a szeméből, kéne valamit vele csinálni. Ha nyomatom neki a szemcseppet, akkor nyilván egy idő után abba marad. És akkor azt mondja mindenki, hogy nagyon jó, kész. De utána meg megint jelentkezik, és így elmegyek az állatorvoshoz, és olyan tehetetlennek érzem magam, mert úgy érdemben egyik állatorvos segít. Májkrémbe téve próbáltad már beadni neki a tabletet? Az a legjobb egyébként, Radi, aha. Csak most nem volt májkrém itthon. De ja, az egy jó megoldás a májkrémbe. Tabletta. Ja. Ti úgy nyomjátok, Krisi? Versenyt szívtok a macskával? Legalább nem olcsó az állatorvos? Hát nem olcsó. És... nem is hatékony. Igen, allergia vizsgálatot csináltattunk neki. Több féle van, és én nem értettem hozzá. Úgyhogy nem is értettem, hogy mogyorókrémre minek lett vizsgálva a Karácska, meg az ananászra, meg a mit tudom én mire. És így hát kiderült, hogy ez nem úgy működik, mint ahogy én azt gondoltam, de kiderült, hogy mire érzékeny nagyon, és a halas meg a répás kajára, amit adtunk neki, arra például nagyon érzékeny. De például ananás se lehet neki adni, meg mogyorót. Mondom, oké. Szerintem az ananász meg se enni a macska. De nyilván nem ez a lényeg, hogy... Csak hogy ez olyan vicces volt, hogy így kezdődött a lista, hogy allergiás az ananászra. Mondom, oké.
A Fiat történet egyik leghíresebb autója van Mexikóban. Jól van, várunk vissza majd, Cseki. Szia, szia! Ez a pénzfarmolós versem, ez alatt, ez mit ért ez hiperkarma? Szia, Boldizsár! Nem, hipoallergén táppal még nem próbálkoztunk, Dr. Jackie. Az egyébként a következő. Most nagyon-nagyon sok ideig csak is kizárólag egyfajta kaját kapott, na jó, kétfajta kaját kapott, a nedves kaját, a szárazat azt mindig ugyanazt kapja. Tehát most beálltunk arra egy pár hónapja, hogy csak ugyanazokat a dolgokat kapja, csak ugyanúgy, és akkor kiderül, hogy mire allergiás és mire nem. Például leálltunk ugye a halassal, meg kiderült, hogy arra allergiás, és úgy néz ki, hogy a csirkére meg nem allergiás, amikor azt mondta a doki az elején, amikor kapott tejet meg csirkét, hogy valószínűleg csirkére allergiás, úgyhogy nem adtunk neki csirkét, és a csirkekaja az a legnépszerűbb. Szóval most kaphat csirkét, ami tök király, de halasat nem. Szóval úgy néz ki, hogy most minden szuper, most kapja ezt a tablettát, és megint sebes az állarat. És így egyszerűen nem lehet érteni, hogy akkor most mi van. Mert akkor most mindenre le kéne teszteltetni, hogy mire allergiás, mire nem, mert egyszer van seb az ellen, egyszer nincs. Tehát, hogy így hónapokon keresztül ugyanazt a kaját kapja, most kapott tablettát, amúgy most van azt hiszem lassan 10. napja, hogy kapja a tablettát, és egyszer csak megjelent az ellen egy seb, ami allergiás seb. És így, hát ki vagyok ettől. Na, van egy átalakított verziója, 18 perc a verseny, és 400.000 Ronaldo tisztán, és még pár pörgetés. Wow, hiperkarma! Ez tök király! Csak azt nem tudom, hogy ez most melyik. Én péntek este 11-kor német UAS kutyákat vadásztam a faluban, most én is várom, hogy valamit hűnet előjön, mert ki tudja, mit tettek meg. Ó, lasszus. Ja, a hipoallergén táp az jó. Az jó lenne valószínűleg. Ja, igen, madari. Szia. Csirkére szerencsére nem allergiás. Arra kiderült, hogy arra nem allergiás. Mármint, hogy az derült ki, hogy nem ehet halat, és nem ehet répás kaját, mármint a halas répás az így együtt volt, ezért kapott minden mást, ami nem hal. És abban a ilyen válogatás kajákat kap, ami nem hal, és eddig nem volt semmi gondja. Most meg ahogy kapott ilyen vitamintablettát, most meg gondja lett. Köszi szépen amúgy. Hát volt benne a nevesz. Ja, meg mogyoró. Dominik, köszi szépen a 4 hónapot. Köszi szépen. A vitaminba simán lehet répa. De az úgy rá lenne írva, tehát hogy csak is kizárólag vitamint tartalmaz a tabletta. Tehát hogy nem répát. Tehát hogy érted? Tehát hogy nincs benne semmilyen szerves dolog. Csak vitamin. Szóval köszi szépen Dominika 4 hónapot, és neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, Adari, az 53-at. Elképesztő. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatásaitokat, srácok. Peregjenek a szvegek. Na, hol vagyunk, és hova kéne mennem? Tehát akkor valahol itt vagyunk. Ja nem tudom, hogy hol vagyunk. Aha, ez éppen új, ahol most állok. Vitaminallergiás. Nem tudom, de... A modest fellowship expands. Praise the sub. Nagyon sajnálom, hogy Kalácskának ilyeneken kell átmennie.
Igen, ez konkrétan bőrápoló, amiben vitaminok vannak, szóval nem kéne ettől sebesednie. Igen. Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként támogatásaitokat közben. Köszi szépen, Anger Monik, hogy lehetővé tetted Üsfighters feliratkozott vadásságát. És köszi szépen, Frozen, az 50-es csírt. A bugizós 50-es csírt. Köszi szépen, srácok. Rendes tőletek. És ezzel közben beindítottátok a hype vonatot. Porsche-val megyünk, mit szóltok? Nekem is mondták, hogy vegyek ilyen-olyan támot a német juhászoknak, mert amit adok nekik, az nem jó. 23 ezer forint a 20 kiló, és semmi bajuk nem kockáztatom a váltogatással. Aha. Ez az enyém? Ez a... Ki az a... Kinek van fa... skinű kocsia? Köszi szépen, Madari. Nessájnak. Nessájnak van faszkinje. Mai menü ilyen kenőmájas volt. Köszi a vid, köszi szépen. Köszi Pisti Nessáj. Viridianát kéne még megelőzni. Hát kellett egyébként a szünet, mert kiklippelitek a kakasos. Ez az! Kihasználtuk Viridianát. Ú, nem tudom kit használtunk még ki, de neki is nagyon szépen köszönöm. Lord Fairy-t is ki kéne, nem jött össze. Faltól falig, nagyon jó taktika. Jó, most már jók vagyunk. Ja, amúgy másodjára simán kimondtam még egyszer. Na basszus. Pedig direkt figyeltem, hogy ne legyen klippelhető. Köszi még egyszer amúgy Anger Monik és Rosen a támogatásaitokat. Na-na! Okosan. Jó. Jó. Pudingov, köszi szépen a menő birthday-es csíredet. Köszi szépen a támogatásodat. Jól látom, partipi? Returnáció partipital. Köszi szépen a 23 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat. Ez az, tövig! Boom! Nem tetszik a tükör a kocsimon? Be van törve, vagy miért? Köszi szépen. Elől a 2, hátul 3. Így jön ki a 23. Na de várjál, más is így jön ki. Mi az, amiből elől a 2 van, hátul pedig 3? Á, ez egy autó lesz. Mert hogy elől ketten tudnak ölni, hárman pedig hátul. És vannak olyan kocsik, amiknél még a csomagtartóba is lehet ölni. Bizony. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Ugye nem ezt kell csinálnom, hogy eliminátor, ugye, srácok? Léci. Szerezd meg El Campagno áldását.
Amúgy én ezt akartam csinálni. Hey Cobra, I just got a notification. Ready to pick an adventure. I know, right? There's Mexican car wrestling at Horizon and I'm stuck up in the operations center. Adding it to your schedule. Hola, amigo. Every racer who comes into the garage asks about you. I say you're coming for them next. You should see their faces. De hagyjál már békén a Mexikóval. Hogy így felveszem a küldetéseket. Értem. Tehát így lehet felvenni a küldiket. Én meg azt hittem, hogy a pipa az azt jelenti, hogy megcsináltam. Most akkor végül megcsináltam. Na. Tehát akkor az a kérdésem, hogy... A Mexikóból vajon mindent megcsináltam? Jó kérdés. Ha találok a térképen lilákat, akkor azok nem újpestiek. Na basszus. Ez akkor olyan küldetés, ami még a Mexikóhoz tartozik. Hát ezt jól gondolom, srácok. Ajaj, na basszus. Ott vagyunk most, és kéne csinálni egy panorámica sprintet. Hadd szóljon. Na jó van, srácok, én egy kicsit félreértelmeztem itt a kalandos feladatokat. Azt hittem, hogy a pipa azt jelenti, hogy kész vagyok, de hát akkor ezek szerint nem vagyok kész, hanem... ezzel csak felveszem a küldetéseket. Rip. Na jó, hát akkor csináljuk a kékeket, megcsináljuk az összes kéket, és akkor haladunk a kalanddal. Aztán visszatérünk az egy mexikóihoz, és akkor utána csináljuk a vájc, a baját, a rást, meg a street színt. Jó, tehát kék küldiket fogunk most csinálni. Közben lemaradtam itt, de Audrey, köszi szépen a 15. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen KB Juniornak a hanyadik hónapját. Mi az Szedó? 39. hónapját. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatást. Tehát srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek, mint Party P-nek, Adrinak és Szedúnak. Szedó. Hát ez már a harmadik év. Ez már a harmadik év, Szedó. El tudod ezt hinni? Mi újság veled, Szedó? Hocsvint. Mikor mi lesz? Így van, menetrend. Köszi szépen mindenkinek, aki részt vett a hype-onatba, srácok. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon durva, Szedú. Azonnali 15 000 Cristiano Ronaldo. Kilövés trükkpontja 15%-kal nő. Adjad. Szavazsi! Szia Gonzui! Szia Puma! Miért van olyan dús ajka annak a halnak? Adri, lehet tudni? Feel so good. Hát én ezzel a Porsche Caymannal akarok menni. Feel so good. Hát mert a hal is tudja, hogy ha pipa van, minden kész. Én ehhez még kicsi vagyok, alkasos. Ó, de fullos ez a Porsche. Tudjátok, hogy mit akarok venni?
ezután a kör után meg akarom nektek mutatni, hogy milyen autóm van itt a polcom, és hogy az hogy néz ki a játékba. Ezt meg akarom nektek mutatni. Mert látszom, hogy, hogy megvan ez az autó. Azt hiszem ez egy Ford. Ami van nekem itt előttem a polcon. Jót pergetsz mostába, Szedu. Hát, szerintem ez gond. Ez gond. Ez szerintem nagy gond. Jó, itt jó lesz. És akkor itt fékezünk. Nagyon jó. Ez gond. Hatodik vagyok. A csószert kihasználjuk. Akkor levitt. Nagyon jó. Ez nem jó, ez nem jó. Van baj, srácok. 53%-át, akkor ezt lehet nem nyerjük meg. Ott van 1%, ezt lehet újra kell kezdeni. Néha kéne egy kicsit lassítani is, nem? Kösz a tolást, nagyon jó. Harmadik még látták. Amúgy, hogy lehet az, hogy Lord Fairy elől van mindenhol? Nagyon jó, orosz kárt is kihasználtuk, köszi szépen. Jézusom, ez borzalmas. Gyakorlatilag Lord Fairy mindegyik versenyen első helyen van. Ohoho, nem első! Maga mutogatás azt írja nekem a játék. Én olyat nem szoktam. Nagyon jó, nagyon jó. Köszi szépen, köszi szépen. Ott is van. Nekem egy Renault Clio RS a favoritom. Ó! Na, jöhetnek majd a képek, KB Junior. EU témák. Olyan játékot nem ismerek, Szedu. Köszi szépen, Szedu, a 3 évet még egyszer, és gratulál az új badge-edhez. Igen, nagyon jól hallottad, Adri. Ma csomagbontogatás lesz este 7 órakor, holnap pedig Adrival lesz új szezonos Siege. Köszi szépen, srácok! Milyen rendes barátaid vannak, együtt tolatnak vele. Bizony! Hey, Cobra! Guess he's halfway towards securing funding for our next adventure. That would be me! Boom! Oh, sorry. Everyone thinks your driving is very impressive, too. Ó, értem. Hát a legjobbakat szedünk. Amikor fordulnáztunk, megjött végül a csomagod? Nem. Frozen arra kérdez rá, hogy jött egy csomag még... mármint, hogy jött volna egy csomag még 2 héttel ezelőtt hétfőn. Becsöngettek, és azóta nem jött vissza... Azóta nem jött vissza az a futár. Képzeljétek el. Tehát sose fog kiderülni, hogy mi az, amit kaptam volna. Nem, az azóta se jött meg.
Az azóta se jött meg. Az, mondom, az már nem fog kiderülni, hogy az mi lehetett. Szerintem trollok voltak. Oda néz. Srácok, szeretnétek még egy Xbox Game Pass Ultimate-et nyerni? Mert hogy most látom, hogy valaki küldött nekem egy szerelmes üzenetet. Mert nyerhettek, most van 10 percetek, amíg itt újraindítom a gépet. Tyap-tyap felajánlása, ami most így megy. 2 hónapos Xbox Game Pass Ultimate-et lehet most nyerni. Nekem a 2007-es Hawkeye Imperza VRX ST, na ezt megnézzük, Szoxi úr. Akkor GTA ment? Hát nem tudom, nem tudom. Már nem emlékszem. Ez menő, Szoxi úr. Igen, azt mondta a futár, visszamegy a kocsihoz, és akkor hozza a csomagot. Hát igen. Na. Sajnos már kezd porosodni, de attól még megmutatom nektek. Na. Tehát itt van ez a kis autó. Hát nincs fókusz, de itt a kis autó. Ez benne van a Forzába. Na, itt van ugyanez a kis autó. Ez is benne van. Ez Ferrari, srácok, nem Ford. Bizony. Igen, ez valószínűleg az F40-es. És valószínűleg ma este láthatjátok majd, hogy mennyire durván jól néz ki a polc. Amit amúgy ti nem láthattok egyébként. De ma majd valószínűleg igen, miközben szerelem az új monitort. Igen, ez egy Lego Ferrari. Ez egy Lego Ferrari. Nem, ez nem a Lambó kuntás, ez nem az. Ja! Bocsánat. A Lambó kuntás az a kis autó, a nagy autó viszont a Ferrari. Igazatok van. Ebben igazatok van, srácok. Ne legyek polcirigy. Jó. Majd látjátok este, hogy milyen rohadt menő. Hát azért rohadt menő, mert én rendeztem el. Én a Fiat 500-asot fogom megrendelni. Na nézzük, az milyen. Ebből van Lego? Forza? Már indul újra a srácok a Forza. Nem Subaru lett az esküvői autótok? Shit. Na nézem KB Junior képét. De jól néz ki. Hát ez nagyon, nagyon jók ezek a képek, KB Junior. Olyan, mint hogyha valósághű lenne. Én most szombaton raktam ki a Sennát. Wow, Frozi. Arról is jött kép. Mi a helyzet a Muji? Hocsmint. Ezt a Legót nagyon szeretném. Melyiket, Adri? Az enyémet?
Ja, a Fiat 500. Ja, hogy a Ferrari. Ja. Ez a Ferrari amúgy olyan, hogy lehet rendelni hozzá, persze nem hivatalos, de lehet rendelni hozzá világítást, és hát ez brutál jól néz ki. Most így nem tudom megmutatni nektek streamben. De van hozzá ilyen lighting kit. Mindegyikhez lehet? Hát azért nem mindegy, mármint hogy nem mindenhez van világító, mármint hogy lehet, hogy mindegyik kocsihoz van, de ehhez a kocsihoz például van ilyen lighting kit. 30 euró most, belinkeltem nektek, brutál jól néz ki. Tehát, hogyha szeretnétek még jobban elcsábulni, hogy Lego kocsikat vegyetek, akkor csak mondom, hogy vannak ilyen lighting kitek. Welcome back, Cobra. Hey, Cobra. Guess he's halfway towards securing funding for our next. Amúgy már uncsik ezek a zenék. Úgyhogy inkább kinyomtam. Majd zene közben, majd hogy játék közben lesz zene, de most így már uncsi. Mindig ezek a zenék mennek. Kevés a zene a streamer pakba. Ilyen nem tuti lesz az új lakásban? Ugye? Szia, Steve! Szevasztok, srácok! Ma nyugis napon van sok pihenésem, mert megérdemlem. Hát na nehogy megérdemled, G. Na, tiédhez pont... Na. Én mondtam. Van, amihez van, amihez nincs. Az enyém ez pont volt. Úgyhogy megveszünk a Land Rover-t. Amúgy most is vannak akadások. Újra indítottam a gépet, és még így is akad a játék. Ez nagyon frusztráló. Nektek is akadozik a játék? Amúgy? A Forza? Mármint akik most közületek PC-n játszanak, vagy nálam lesz valami beállítási para. Simán elképzelhető, hogy nálam van valami beállítási para. Mulege kapu pálya. Mehet. Én komoly zenés rádiót hallgatom Forzába. Nagyon jó élmény. Hát, azt hallgatnám szívesen, csak így stream közben annyira nem lehetne, hogy gond legyen belőle. Hogy esetleg mondjuk nem tudjátok visszanézni, vagy hasonlók. Válts offline módba, nekem az oldotta meg. Ó! Oh. Na, azt hogy kell az offline módot? Köszi szépen a tippet, hogy zsoké. Nekem egyébként jól fut, igaz, 45 FPS-sel, de fluid. Az online fülnél. Gondolom ez. This is Horizon Solo. You'll be up against drivatars rather than real drivers from around the festival. If that's what you'd prefer. Oké, nézzük ezt. Köszi szépen ezt a tippet. Reméljük, hogy így jobb lesz. Mert nagyon zavaró az akadozás, engem nagyon tud zavarni. Nálam is szokott akadni, szerintem a szerverekkel van valami gond. Konkrétan 300 km per óránál lenyom egy 0 km per órára egyből. Aha, okés. Olyankor átrak egy másik szeróra. Na, reméljük, hogy így jó lesz, srácok. Köszi szépen a tippet még egyszer. Egyébként rengeteg Ferrari kisautóm volt otthon, de pont az F41 sortnál kell tőled. Jó. Reméljük, hogy most meg nem fogok tudni nyerni. Lesz szájt, olakszik. Amúgy még így is érzem az akadozást egy picit, de lehet, hogy már csak halúzok. Megadta? Azért. Na.
Ezt se adta meg, mi? Basszus. Én nem vagyok jó abban a vezetésben, amikor már nyomni kell a féket is. Avit tolakszik. Ja nem, ez Frozen. Frozen. Frozen, neked miért van ott egy csillag a neved előtt? Jó, a sheriff. Ja? Akkor neki szabad gyorsan menni. Sajnos, srácok, ez az offline dolog, ez nem javított, még mindig akadozik a játékom. És valószínűleg ezt most így nem is streambe fogom megoldani, hanem majd keresek rám megoldást streamen kívül. Valószínűleg azzal fogom venni, hogy leveszem a grafikai beállításokat a lovra, és akkor úgy trükközgetek, vagy rákeresek az interneten, hogy mások hogyan oldják meg ezeket a problémákat. Szevasz, Zodiac! Milyen versenycsíkei voltak Lord Fairynek. Ja, srácok, ha valaki szeretne jönni a klubomba, még van 1992 hely. Ha esetleg valaki szeretne a E-Hunter vadászai klubba jönni, még van hely. Csak mondom. Az a Smurfeket? Oké. Mert össze van kötve a bankszámlád a Microsofttal. Ó, az igen, az igen, Rózi. Lennék akkor a Microsoft. Vagy lehet csatlakozni? Mindjárt mutatom. A meccs után mutatom. Léci, add meg! Kösz. Egyébként a VIP meg a Premium az eddigi Forzák Full Edition-be. Ó! Oh. Ennyire szeretsz forzázni, Frozen? Nem is gondoltam. Hát ez nem lesz win. Bár gondolom ez most nem lehet meg titeket. Hú, ez a kocsi jól széttört. Jó játék a Forza, de csak emiatt nem vennék Xbox Series X-et a... Oda néz, Eszter lett az első. Ott van. Eszter hogy örül? Hogy nyomja a táncokat? Kösz a löketet, elismerések. Bám! 35-ös szint. Gyakorlatilag ma már 5 szintet léptünk így a streambe. Very big. Very big. Jaj, srácok. Na, úgy kell amúgy csatlakozni. Ide jössz, hogy online, oda, hogy klubok. És akkor itt lesz egy olyan, hogy klub keresése. Beírod azt, hogy Y-Hun, vagy azt, hogy E-Hunter vadászai. Mármint ékezetek nélkül.
És akkor elküldöd az a kérelmet, én pedig el tudom fogadni neked így a játékba. Én még a... Legendás gesztus álmos. Szóval majd valamikor ki akarom próbálni az Assetto Corsát is, ha már így autós játékok. Rám lehet egy joinolni? Hát most szerintem nem tudsz, mert offline vagyok. Elvileg elküldted? Na hát én elvileg meg megnézem. Meghívó kérést kapott a E-Hunter vadászai. Na nézzük. Szia Tyrizen. Jó edzést, köszi szépen, hogy itt voltál. Na, elvileg Tony küldött nekünk, Martin és Ádi. Aha, Martin, te meg vagy. Jó, mindenkinek elküldtem a meghívót. Hogy kell joinolni? Online klubba és klub keresése. És vagy azt írod be, hogy Y-Hun a keresőbe, vagy az, hogy E-Hunter, és ki fogja dobni. A Tony, te vagy Levi? Na, neked is elment elvileg az invitációm. Az Assetto csak kormánnyal, az más szint, mint a Forza. Ja, majd egyszer kormánnyal is szeretnék autós játékokkal játszani. Például, amit biztosan ki akarok próbálni kormánnyal, az, hogy milyen a Carbon. Mert a Carbont azt így ismerem. Hogy milyen vezetni egérbillentyűzettel, azt is, hogy milyen kontrollerrel. De kormánnyal még sose vezettem. Aha, klasszikus Carbon, igen. Azt hiszem 2006-os vagy 2008-as, nem tudom már mit mondtatok. Ja, de nem csak a Carbont játszanám kormánnyal nyilván. Csak az, aminél így tudom, hogy mennyivel másabb, annál tudok viszonyítani. Meg hát nyilván a Forzát is megnézném, mert azért... Szerintem most már így, hogy van a Forza 5, így a legtöbbet szerintem már a Forzákkal játszottam. Bent is vagy a klánban? Na, zsír. Nyugodtan, srácok. Folyamatosan fogadom el a felkéréseket, megkereséseket, meg ezeket. Úgyhogy nyugodtan, skacok. Megnézem, milyen ezzel a Corvette-tel versenyezni. Lehet ezzel jobban menne, mint a Porsche-val. Igen, Atintor, láttalak, elfogadtalak téged is, hogyha minden igaz. Nessájnak milyen kocsia van, azt láttátok? Én egyszer a Need for Speed Most Wanted-et nyomtam kormánnyal, az borzasztóban. Lehet minden, csak beállítás kérdése. Én még sose vezettem kormánnyal semmit. Jó. Egyszer kormányoztam anyósnak a kocsiját, de hogy a kormány az így idegen tőlem. Viridianát kitúrjuk. Szóval, hogy jogsim sincsen, szóval így a kormány azért nem vágom, hogy milyen lesz nekem. Kormány szűz vagyok gyakorlatilag. Nem ide ez való kormány? Nyilván. Bár azért a legtöbb autós játékhoz azért illő, nem?
Hát ha jön majd új Gran Turismo, szerintem meglássuk Zodiac. Tényleg meg a Euro Truck Simulatort is kipróbálnám kormánnyal. Euro Truck Simulatort nagyon éltem. Kontrollárral. Hát itt nagyon látszódott, hogy belaggolt a játék. Jó, nyilván nem azért hibáztam, de látszódott a lag. Vagy kell joinolni? Ó, köszi szépen a klipet, Adri, rendes tőlem. Hát ki fog így nekem klipelni, Adri, hogyha te elmész dolgozni? Lehet föl kéne venni téged alkalmazottnak. TikTok content gyártónak és klippelőnek. Én is az RTS-hez fogok venni egyszer. Na mindjárt olvasom a kakasos. De az olcsóbbakkal az a baj, hogy 360 foknál kevesebbet fordulnak. Aha. És egy kormányt hányszor lehet úgy megforgatni? Úgy általában. Háromszor, négyszer? Vagy csak kétszer? De biztos több mint egyszer ezek szerint. Szerintem ez most nem megy nekünk. Ez jó meglátás, mi? Ezt újra kezdjük. Ez szörnyű volt. Ha jól emlékszem, max 4 tekerés IRL, aha. Meg tudnám mutatni, hogy milyen nehézségi beállítások? Persze. Ezután megmutatom. Azt hiszem átlag feletti. Ez a neve. Átlag feletti. Akkor állította nekem feljebb az előbb, amikor offline-ba jöttem. Csószer itt tolakszik. Hihetetlen. Hihetetlen a fiú. Egy kicsit jobban odafigyelek. Bár fékezni most se fogok. És amúgy kéne. Mindenkinek milyen piros kocsia van, piros csíkos. Eszter, hát szabad ilyet? Ez az, nagyon jó. Köszönöm szépen, Adri. Jó, Nessa-t egy kicsit kitúrjuk, jó, nagyon jó, nagyon jó. Így akár még a harmadik hely is meglát. Amúgy, nem tudom, Frózi, ezeket a versenyeket lehet nyomni városba, mert akkor mehet. Van kóp, azt mondod, Vic? Mert voltak olyan versenyek, amiket nem tudtam párosba nyomni. Az ilyen fesztivál versenyeket, és azért nem is erőlködtem. De hogyha ezeket a kékeket, ezeket az Apex-eseket lehet, akkor én nyomom szívesen. Akár mások is jöhetnek, nem csak Frózi.
Lord Fairy, egy féket. A féket keresd már meg nekem, jó? Kösz. Kösz. Igen, azokat nem lehet meg a story versenyeket, de a sima versenyeket lehet. Aha. Aha. Aha, oké. Okay. Gyakorlatilag mindegy a mindenki a korvettjével nyomta. Lord Fairy meg azért tudott megelőzni minket, mert nagyobb az osztálya. 18-al. Köszi szépen, Vick, az infót. Köszi szépen az infókat, srácok. Nézzük meg, hogy ki nyerte az Xbox Game Pass-t. Mit szóltak? Mert hogy amúgy valaki nyert. Adria második. Hát az helyzet, ezt újra kell sorsolni, mert Adria második, hogyha elmegy melózni, akkor nem fog tudni játszani az Xbox Game Pass-ével. Köszi szépen a felajánlást, tyap-tyap, köszi szépen. Ez egyébként a Discord Nitrohoz való két hónapos Xbox Game Pass Ultimate. Köszi szépen, tyap-tyap még egyszer. Az előző is az volt, szóval hogyha esetleg van felesleges Discord Nitrohoz járó Game Pass Ultimate-etek, amit nem használhatok, felnyugodtan elküldhetitek, és akkor kisorsalom másoknak. Na, gratula, Adri! Küldöm mindjárt a kódodat, és akkor aktiváld be, hogyha nem sikerül, nyugodtan szólj, és akkor megszereljük, jó? Remélem farkaskölyöknek is sikerült beaktiválni. Úgy, el is ment, ez remélem, hogy tyap-tyapé volt. Igen, ez tyap-tyapé volt. Hozzá a villáskulcsot a szereléshez. Na. Azt csináltuk. Minden, aminél az van, hogy új, azt még nem csináltam. És aminél ott egy pipa, azt meg még meg is nyertem, hogyha, ha jól értem. Jó, tehát akkor az kell nekem, az a sprint. És akkor ahhoz úgy kell csinálnom, hogy hogy Horizon Life. Turn around when it is safe. És az online után konvoj. Na és most létre kell hozna a konvojt, és ilyenkor megnyitja nekem, srácok, a Windows-os beállításaimat, meg hogy mekkora, és azt nem mutatom nektek, hogyha nem baj. Azt írja, Frozen Daida 24-22 finom hangolja a tuningot. Tehát Frozen éppen finom hangolja a tuningot. Hangolt finoman azt a tuningot, Frozen. Még Discordra is felmegyek. Mizuban? Jaj. Imádtad a bicajozásnál a közös mókát? Tehát jó kis Riders Republic. Hát igen. Jó kis Riders Republicozás. Az jó volt. Köszi szépen, Anger Monik, hogy itt voltál. Minden jót neked. Szép napot, pápá. Nem jött inf? Az nem lát. Az nem lát. Na, tehát akkor megint elrejtem itt a dolgokat, amiket ugye nem láthattok. Ilyen privát dolgok. Barátok meghívása. Nem sok elkísértem az asszonyt a gyerekért, aztán most értem haza. Na várjál, hogyha most nem hinném azt, tehát hogy... Na várjál. Ez most egy üzenet a jövőből, Ben? Lemaradtam itt nagyon a dolgokra. Hát amúgy gratula. Én lemaradtam, hogy itt még gyerkőc is van meg ilyenek. Azt hiszem. Pedig csak pislogtam kettőt, ahogy ti szoktátok mondani. Hát G ad G-hez. Mindkettő. Ez az asszonyhoz is, meg a gyerek. Kilépett a konvojba, nem bírta. Asszonyka a gyereke, én csak nevelem. Wow! Mik vannak? Kérem szépen. Frozen ott spamel. Feltűnési viszketegsége van. Kilépked, meg belépked.
Ja, meg behúzom Discordon. Azt mondja, hogy Moveto? Moveto Frozen Died. Halló? Halló? Szégyelős. In 200 meters, turn left. Halló? Halló. Sorry, RTC Connect volt. Ja, igen. Turn left. Nem tudom, nekem itt még töltesz amúgy a játékba, az baj. Ha nálam is még az van. Akkor jó. És ez megjavul? Elvileg igen. Akkor jó. Merre vagy jelenleg? Hát itt délen. Csak egy kis info, a konvojba 12-en lehet lenni, de ha csak 6-an vagytok a konvojba, akkor ha bárki nyeri a versenyt, a többiek is megkapják. Ó! Te menő, köszi az infót, Blade. Na, Frozi, elvileg most kapni fogsz valamit. Kópot vagy PvP-t indítsak? Szeretném. Indítok egy PvP-t. Én egy S1-806-os kocsit hozok. Az baj, nekem még mindig ezt így, hogy... Már csatlakozok, jó. Csatlakozok az eseményhez. Na, ez egy PvP lesz. Írhatok ki előrejelzést, hogy ki nyeri, Frozen vagy én. Ha szeretnétek ilyet. Ha szeretnétek elverni a csatorna pontjaitokat, akkor mehet egy ilyesmi. Kopnál az a lényeg, hogy a botok előzésért kaptok pontot, és az nyeri a versenyt, amelyik csapatnak több pontja van. Playerek versus botok. Wow! Szia, Proto, mi újság? Amúgy ez tetszik, Vic. Na, akkor majd megyünk egy kópot is. Milyen az új Forza? Brutál jó. Nekem nagyon tetszik. Nézd meg. Letisztult. Direkt erősebb kocsit hozott, Rózi. Na jó. Nem is láttam, hogy mit hoztál amúgy. Nem, mintha nem mondtam volna. Aha! Oké! A PvP-nek az eleje olyan egyébként, hogy ilyen átlátszóak vagyunk, és egy idő után pedig már tudunk ütközni egymással. Szóval most, mivel Frozen elől van, ezért én például majd a kanyarokban neki tudok menni, és akkor lehet mondani, hogy hehe, hehe. Kösz a megtalás, testrészem. What? Lögdös. Ez pont levonás What? Lesz. Remélem beadta. Ajaj, ujjjj, most itt az esélye Frozinak, nem jó? Hát, belső ívben vagy. Jó helyen voltál. Micsoda? Ne! Erősebb a kanyar. Ne! Kihagytam a ellenőrző pontot. Oh-oh. Lefulladt az autó, mi?
Jaj, de kár. Már itt vagyok, már jövök. Na, következőnél majd indítok valami előrejelzést. Vagy veszünk moderátorokat. Bérlünk. Nincs valamilyen portál, ahol aktív moderátorokat lehet bérelni, és akkor ipak, csinálnak mindent. Mit kapok érte? Azt természetben elintézzük, betonozok, jó? Be akartalak lökni. De nem lehetett egymásnak menni. Mi? Megelőztelek? De hát direkt be akartalak lökni. Igen, én is azt hittem, hogy majd be fogsz lökni. Na, be akartam indítani amúgy a lambót. Megmutatom a dudámat, ez most friss duda. Friss duda? Na, nekem is van valami. Ja, nekem emóton van, amit be kéne rakni. Professionálás hirdetés? Jó. Jó. De... kérlek, küld majd át a CV-det, jó? Még XP is jár ezért, de jó. Na. Pillanat, még nem tudom, rám el akar sportolni, de én gyorsan még berakom az új... emótomat, vagy mi ez. Csak nem tudom, hogy hol kell. Nem látlak jelenleg még, úgyhogy... Gyors utazás. Motivációs levél is kell. Igen, igen. Egész alakos kép, igen, az is kell. Sőt, kötelező. Menj be a házba. Na, ez kell nekem. Oké. És akkor... Látlak. Na. Karakter testre szabás. Jó. Na. Végre lecserélem a graffit ruhámat. Azt hiszem valahogy így hívják. Hú, tényleg a ruhát. Ceruza ruha. Tehát ez egy ceruza ruha, ami a karakteremen volt. Jól lesz ki. Pillanat, veszek valami normális rucit. Zakó. Fekete blazer. Ja, ez blazer? Azt hittem zakó, hát ez akkor nem kell. De amúgy miért csak női cuccokat ad? Laborköpeny. Ok. Na ja, hát figyelj, igazából erről a zakóról, mert blazerről senki nem tudja, hogy mizébb. Ha gondolod, most találtam meg, van olyan csíkos alkalmi ingem, ami a te ceruza ruhádnak a mintáját viseli. Amúgy nekem is van. Van ez a lila csíkos alkalmi ing, nem? Igen. Igen, erkölcsi bizonyítvány kell, sőt, nem erkölcsi bizonyítvány kell, hanem online PvP játékokba az egyéves chat logotok. Az azon áll, és áll vagy bukik a dolog. Fehér betűrt póló. Jó, most jó lesz. Gesztusok alvó. Na, ez kell nekem. Ez a győzelemhez kell. Hogy amúgy én végig csak aludtam, de megnyertem. Na, ez amúgy kell. Kesztyű, hát ez nagyon kell. Lehet-e menni a csuklóra ilyen menő dolgokat, de az a helyzet, hogy nem látszódik. Jó, én viszek maszkot is, mert nem akarom, hogy rám tüsszögjön Frozen.
Na szép. Na, én is kész vagyok. Én is mindjárt csak veszek egy szemüveget. Ja, van szemüvegem. Azt hittem nincs. Jó, de van. Így. Na, így a tuti. Jaj, ne. Istenem, lemaradtak dolgok. Ha megkérdeznek, hogy miért csinálunk ilyeneket, srácok, ez fontos egy autós játékban, hogy hogy néz ki a karakter. A monsteres sapkát biztos nem veszünk fel. Nem fizet ahhoz eleget a monster, hogy ilyeneket hordja. Amúgy ez miért nem látszik? Fordítva a viselt baseball sapka, de nem mutatja. Hát ez annyira fordítva van viselve, hogy biztos a lábamra húzta a karakter. Kár. Na, itt van 80 ezerért egy sapka. Minden fekete? Ez amúgy nem tetszik, hogy minden fekete a karakteremen. Jó, de eszkájszipő. Jó, legyen egy természetes színű bokazokni, az milyen az a természetes színű? Hát ez fekete, való. Hát... Na ez meg fehér. A természetes színű térzokni fehér, ami rövid, az a bokazokni, ez meg fekete, értem. Jó. Mert a fehér bokazokni. Nadrág. Amúgy egyre bénában néz ki. Na ez már valami. Nem lehet amúgy beállítani, hogy női cuccokat nem mutasson már a játék? Miért akarja mindig szoknyával felöltöztetni a karakteremet? Haló? Igen, ez amúgy nagyon szexi. Tehát ez szexi. Igen. Igen, pontosan. Horizon exkluzív nyári szoknyát szeretnénk. Na ez. Mondjuk ez. Kék farmer short. Mindjárt meg leszek amúgy, Frózi, bocsi. Jóta. Kicsit arrébb megyek, hogy majd látsz, hogy... Jó legyen ez a szakat. Háj, srácok. Amúgy már nem is tetszik annyira ez a blazer. Jó, egy próbát adunk ennek a szetnek. Jó, de lehessen egy olyan gombot megnyomni, hogy nem mutassa már a női ruhákat, vagy a férfi ruhákat, tök mindegy, de hogy így ne azon kelljen agyalni, hogy akkor ez most női, vagy férfi, vagy hogy így, érted? Tehát, hogyha én egy férfi karaktert akarok férfi ruhákba fölöltözni, akkor ne kelljen már a blazerek, meg a szoknyák között izé mozognom. A ceruza sokkal menőbb volt? Bocsi. Keresem a dudáimat, Frózi. Hangeffektusok. Na. Értem. Valkürök lovaglása. Ez family friendly? Ja, jó. Azt hittem valami más lesz. Jó, mehet. Na, hol vagy, Frózi? Én a háztól kicsit arrébb vagyok itt a... Ja, látlak. Ja, az jó, én nem. De majd. Hát a ceruza ruha nem azért ceruza ruha, mert jól szellőzik a ceruza, hanem más miatt. A színe miatt. Vagy is kell dudálni? Megvan. Hát. És Frózinak megvan.
Megvan, megvan ez a kocsi. Mennyibe is kerül? Fogam. Valami olcsó kocsi. Ja, 15 ezer az ecserin. De erre most hallani? Te hallod a dudám? Hát nyomjad. Ez a dudád? Hát nem indul. Ez csak egy dísz, ez tényleg amúgy a piacról van. Édes Istenem. Pillanat. Nem tudom, hogy miért hallatszódik be a telefonhívás, pedig le van némítva a telefonom. Na, Auto Duda. Ez dallamkürt? Ez az induló? Aha. De megkeresem, hogy mi. De szerintem igen. Nem, hangeffektus. Hangeffektus és indító motor. Így nem is kell, nekem nem is kell legörgítni a legutolsó. Mm. A... Hát ez nagyon király, Sea of Thieves-es is van. Ja. De nekem az is tetszik a legjobban a Microsoft Teams-es híváshang. Online alatt elég sokat hallottam. Jaj, de jó, Jingle Bell is van. Ja, hogy ennyi hangeffekt van. Oké, akkor azt hiszem találtam egy jobbat. Nekem is van a Microsoft Teams hívás. Neked meg is van? Nekem megvan. Na jó. De meg van... Ja, meg a Win 10. Igen. Van olyanom is, hogy elektronika. Hát ez nagyon elektronika. Jó. Elektronika? Az ritka. Ja, igen. Hát a fagyis kocsi még az a nőjön. Ne szívas, van vululú! Hát ez nagyon jó. Megnyered a versenyt, vagy megelőzöd az éppen aktuális elsőt, és benyomsz egy vululút neki. Na jó, Rózi, beraktam. Hol vagy? Igen, itt vagyok. Meg sem mozdultam. És hallod? Nem. Ne. Előrébb gurulok. Nem? Nem is látlak az a baj. Na. Arrébb megyek, talán majd vissza. Izé, elportolok valahova az autóvásárhoz, és akkor ha te is elportolsz, szerintem látni fogsz. Jó. Ugye nézem, hogy hova portolsz. Hát tudod, autóvásár. Csak megnyomod, és akkor... Ja. Na. Hát eltapsoltam a pénzemet, de ha mondjuk csinálunk pár versenyt, akkor veszünk egy F40-eset. Mai streamben még ezt össze kell hozni. Hát persze, mert ugye fél millát el kellett költenem arra, hogy legyen izém jól kinéző karakterem. Rám tudsz sportolni? Nézem, hogy hol. Ja, nem mutattam meg amúgy a nehézséget. Kalmár. Remélem, jól mondta a neved. Feel so good. Én nem látlak téged, de Leo Messi-t látom. De most megint töltem, tudom, hogy... Na, akkor mindegy, indítok egyet. Amit, hogy keresek ja. Egyet. Én nem tudom. Ez a... A Horizon 4-ben nem voltak ilyen izék, hogy... szabadkóborlásba megszakadt volna kapcsolat. Na, most együtt vagyunk, ha minden igaz. Aha, most látlak el. Ha látlak is. Most elvileg még a dudárat is hallani fogom. Vagyis... látni. Én nyomom. Jövök.
Ez normális, eltűntél előtt? Előttem volt és eltűntél. Mert letértem az útról. Ahogy eltűntél a mapról. Fene. Majd kapok F40-et? Komolyan? Akkor nem veszünk. Horizon Mexico can't get enough of you. You're one of the biggest superstars we've ever had. So, what if we put you in the Hall of Fame? You're on your way there anyway. Azt mondja nekem, hogy a mexikói hírességek csarnokába felkerülhetnénk. És közben szintet léptem. A semmiért. Ja nem, a 3000-es XP tábla miatt. Igen, ez a dudám hangja, Vic. Köszönöm, hogy Mr. Nobody. Ez a dudámnak a hangja. Most hallottam streamen a dudán. Harmadjára nézek rá a Teams-re. Én meg itt ugrálok, hogy valamelyik kollega hív. Bocsánat, srácok. Én csak Frozen miatt állítottam be, mert azt mondta, hogy már annyit hallotta. Most streamen hallottam. Elvileg itt vagy valahol, de nem látlak. Itt állok a... Ja, ide jöttem a versenyhez. Ja, akkor nem is fogjuk már egymást látni, mindegy. Ja, a Windows értesítő hang sincs meg nekem. Na, én most akarok egy PvP-t még Frozival. Esküszöm, kikapcsolom a telefonomat. Be van állítva, hogy ne jelezzen híváskor, és most mégis jelez. Na, hogy kell beállítani? Azt hiszem sikerült. Hát igen, amúgy D&D-be vagyok. De hogy így nem működik. Ja, ne zavarj, módba vagyok, és csak az van beállítva, hogy Adri hívása csöröghet, de hogy így most mást is jelez, aki nincs a kedvencek között. Azon beállítva, hogy aki a kedvencekben van, annak a hívását láthatom. Mármint annak szól a hívása. Na, srácok, 2 perces előrejelzés, szorhatjátok a csatorna pontjaitokat. Ki nyer, én vagy Frozen? Na, Frozi, én most egy nem is tudom. Nézd meg streamen, hogy milyen kocsid van, és akkor nézem. Én is azt hozom. Várjál, ez most már a versenyautó, vagy a pick. Ja, nem, még nem a pick, jó. Akkor most csak nézzük a garást. Ja. Hát mondj, milyen izét nézzünk, nekem kategóriát. Nekem mindegy, válasz egyetek mindegy. Ezek az ajánlottak. Nem tudom, hogy mit van ezek közül, azért mondom. Hát ez ott kiderül, mert... Azt tudom, az hogy a Honda az fos. Az a Lambo, az például szerint nem tudom, hogy az enyém volt-e. Ahogy látom, enyém volt, csak nem tudtam róla, hogy van. Akkor nézzünk egy A800-as kategóriát. Uh-huh. Mondjuk. Akkor mehet, én akkor Corvette-et választom. Akkor neked is az lesz. Valamint, hogy nem Corvette, hanem valami A800-as. Jajjaj. Nem csatlakozzunk. Azt szokta átengedni, ha valaki 5 percen belül 3-szor megcsarget. Ó, aha. Mindegy, most letiltottam azt a számot. Ennyit tudok tenni. Ezt a régi Corvette-et hozod? Aha. Na jó, mert kiírta a játék, hogy kölcsönözd ki. Ja, hogy akkor én döntem el, hogy mit hozol? Ez ilyen nagyon, tehát ugye ez egy, az A800-on belül is egy retro szuperautó, vagy nem is tudom milyen kategóriás. Igen.
Na de várj, akkor most én választottam neked kocsit. Hát kategóriát, de az is lehet, hogy Chevy-ken belül választott még a játék, nem tudom, hogy ez milyen verseny volt igazából. De ugyanolyanak az autók, úgyhogy jó. Akkor jó. Na, mondom, hogy 90% van rajtad. Hallod a dudámat? Igen. Akkor jó. Jaj, lefulladt. Pajta lelet az F40? Ó, köszi szépen az infót. Nézzek, lögdös. Na jó! Te somlőt a gépnél. Fent az autóm! Remélem lesz egy hajtűkanyar. Ahol 210-zel majd így elkaplak. Amúgy mennyire szoktad ezeket a javasolt utakat így figyelni? Nekem a fék út van berakva csak. Akkor ez nem az, ami nekem van? Ez az ilyen nyilak, hogy mennek... Nem tudom. Vannak, ott is nyilván, itt is vannak nyilak, de csak az erős kanyarnál jelzik. Ja, aha. Nem tudom, az van megszokva az előzőből, aztán én ugyanazokat a beállításokat használom most. Ezt elvileg át is lehetett hozni. Legalábbis nekem rémlik valami ilyesmi, hogy a forzás beállításaidat át tudod hozni. Na jó! És beleventél a... Na jó! Hogy itt mellélem? Csak eltűnt a kocsi. Azt hittem, hogy meg lesz, de sajnos nem voltam. Nem voltam bent. Na hát... ennyi! Nem... Ja, hogy rám tippeltetek? Elnéztem. Na hát akkor most Frozennel nagyokat szakítottatok. Ekkor az volt rajtam. 9.61, az igen. Na hát gratulál mindenki, aki Frozira tippelt. Szia Specky, szia Ásár. Ja, elvileg a líder meg tudja adni, hogy milyen kocsival versenyezzen mindenki. Ó, oké. Na. 200 000-et pörgettem is, let's go. Az igen. Tetszik a karakterem úgy most, aki ott a háttérbe táncol? Ha még egyszer... valami sapka volt rajtad, annyit láttam. Bukós is, aki inkább úgy mondom. Igen. Majd másik versenyé. Ja. Majd mindjárt keresek egyet. Esetleg... ja, majd rákeresek, hogy... A pajta leletek azok olyan, hogy oda megyek, azt már meg is van a kocsi? Nem. Küldik ketté, ja, csinál térképen... hozzá. Aha, de térképen neked már ott ugye jelzi, hogy van pár. Aha. Ezek a lilák. És akkor azon a területen belül szó szerint... méterenként kell keresni, hogy... hol van egy, hát jó, egy pajtát észre fogsz venni igazából. És akkor megcsinálod, és például a... nekem a Ferrari 250 GTO, az... nem is tudom, hogy 50 óra volt, vagy mennyi, vagy 60? Wow, tehát, időm lül. Igen, de föl is lehet oldani kreditért, és akkor gyorsabb, de én megvártam minket. Na, akkor következő streambe állokkolom a... mert hogy megkeresem a pajtáját az F40-esnek. Aha, tehát akkor be lehet fizetni, meg várni kell rá, aha. Zsír, mert ilyen a vocsónál nem volt, de az is pajta lelet, hogyha minden igaz. Na srácok, kaptok még egy előrejelzést. Holnap is lesz ez stream? Hétköznaponta van. Na, Frózi, akkor én most választok egy ilyen Hyundai-t, mit szólsz? Ez bézs.
Neked is ezt adja? Én még nem vagyok sehol. Majd most. Ja, jó. Én csak utána kapok versenyt, miután kiválasztottad a kocsin. Mindjárt kiderül, hogy milyen autóim vannak. Fóri, köszi szépen, hogy itt voltál. Szia, szia. Miket hoztad? Nekem Renault Megane van, Focus RS meg Golf R. Hát én valami Hyundai-t választottam. Valami B700. Megvan. Kölcsönöztem én is egy olyat. Ó. Oh. Megvan. 340-ből kaptál 3000-et? Aha. Jól tippeltél akkor ezek szerint. Frozenre 80 tippeltek, rám meg 4-en. Ennyi. Hát ez micsoda. Ja, akkor ez B645-ös. Akkor jó is, hogy nem a fókuszt hoztam, mert ez 80-val, 6-80-val is. Húúúú! Teker! Durva a motor, mi? Nagyon fura, hogy a belső nézet is ilyenkor átlátszó. Te belsőbe vezetsz? Na, most igen. Jaj! Kicsit szokatlan ez az autó. Na most már lehet ütközni. Abjúzálni, vagy hát igen, ütközni. Belső nézetben van egy ilyen nagyon szép G erőmérő. Igen? Aha. Ajaj, most meg fog előzni minket, Frózi. Csak tényleg a Windows 10 értesítő kéne. Nem tudom, nekem nagyon kényelmetlen helyen van a Duda. Neked melyik a? Ja, kontrolleren, igen. Aha, jobb stickken van. Nyomni kell, tudod, és akkor azzal még váltja, hogy honnan nézem a kamerát. Jaj. Na, itt fog minket abjúzálni, Frozen. Konkrétan, BOOM! Mondta! Konkrétan rajtam csillapította az ütközést. Ez lesz az autó, ez konkrétan egy kis Dodge-em. Amúgy nagyon aranyos az autó, csak... Nem tudom, neked is így... Nem nyomsz gáz meg semmi, és így kanyarodsz, és így csak csúszik előre? Hát valami olyasmi, ja. Az igen, micsoda trükköket nyom itt Frozi előttünk. Próbálom így... Hát, olyan ívesen... Az igen! Az igen! Szélárnyék, szélárnyék! Nézd meg, ki használ? Nem lesz jó belső ív, nem lesz jó! Nem, nagyon-nagyon szar, nagyon szar! De meg lett. Ja, ez a PvP, ez nagyon jó. Én mondjuk azon csodálkozom, hogy nekem meglett a checkpoint. Utolérlek. Á, lesz még úgyis olyan kanyar, ahol megszivatsz. A fék is olyan ezen a kocsin, hogy mintha nem is lenne. Alig akar fogni. Hát ezt nem fogom már utolérni. Hát ez... Még hibázhatok. Á. Lehetetlen. Egy kanyar. Dinner. Szép van. Azért még belém jöttél. Az autó jobb oldala nincs meg. Na nézd a táncom és a ruhám, ez csak neked. Na nézzük. Nekem most nem mutatja amúgy. De még nekem se. De legalább... Na, végre. Ott a maszkom, igen. Hogy nyomja Rózi. Patyolat tiszta. És tetszik a ruhám. Jézusom, és miért olyan hegyes ott a mellednél? Na jó.
Bahia de Plano. Csak úgy kapom itt az XP-ket. Na, a kövi, amit kinéztem, az... Itt van Dunas Blancas. Ja, az itt fölöttünk? Aha. Mi ez a Pornhub-os felirat a kocsidon? Hát ez nem lehet már belerakni. Ja, ez a Horizon 4-ben, Horizon 4-ben olyanom volt, igen, de itt, na, itt már nem. Srácok, én nyertem, úgyhogy gratulál mindenkinek, aki rám tippált. Indul még egy előrejelzés, mindjárt nevezhettek, csak még ki kell deríteni, hogy milyen meccs lesz, meg hogy milyen kocsival megyünk. Akkor ezek szerint mindegyik kocsit, amit én választok, azt ki tudod bérelni? Aha. Jó. Ja, hogy aha. Én így várom, hogy mikor érsz ide a kanyarhoz, és most látom, hogy te amúgy én levágom. Ja. Tudom, ez az autó, ez nagyon jó, ez a... Nem a Hyundai Veloster. Nem ez a... Régi Dodge Charger. Aha. Fú, már nagyon várom, srácok, hogy megcsináljuk azt a... az F40-es fajta leletet. F40-nel akarok menni. Ilyenkor nem enged random mindenből kiválasztani, ugye? Mert neked a saját autóidat adja ki, gondolom. Aha, válasz nyugodtan, amit szeretnél, hogyha el tudod indítani. Nem, szerintem nem tudom elindítani. Csak a vezető indíthatja, igen. Hát most előttem biztos nincs lábnyomban. Dunas Blancas PVP, száraz. Na, egy ilyen Toyota Supra-t választok. Ajjaj. Ajjaj. Azzal nem vagyok barát, azzal az autóval. Én sem szerintem. Országúti verseny, srácok, most erre tehetitek a pontjaitokat. Hajrá, aha. Hajrá! Ez egy ilyen 5 perces lesz. Akkor a Supra? Aha. Ugye? Én Lotus Elise tudtam volna hozni. Még jól néz ki az autó, csak... Nem mentem még vele szerintem ebben a játékban. Én azt se tudom, hogy honnan van. A legtöbb kocsival így vagyok, azt se tudom, hogy honnan van. Hát ezt is lehetett azt hiszem kezdőnek választani. Igen, szerintem a kezdőket megkaptuk, nem? Lehet. Hogy nyomja a motor? És ilyenkor, hogy fizikailag nem vagy előttem, nem kapok szélárnyékot, mert láthatatlan. Aha, aha. Aha. Jobb gumi lehet, hogy elférne rajta. Kicsit felkelődtem a falra. Azért elég jó a kezelhetőség ennek a kocsinak. Nagyon jó lehet irányítani. Aha, a fék az látom nálad is jó. Igen. És most ilyenkor ütközéskor szellem lettél te is? Uh-huh. Így zümmök Frozen a fülembe. Házli. Na szép. A rendszámtábládat már leütöttem. Hát így nem látják azt, hogy ki vagyok én. Még jól látszódik az árnyékod. Ez az.
Na jó. Jajaj! Na jó! Jajaj! Na jó! Jajaj! Abuse! Abuse! Esküszöm, ez a PvP rohadt jó a játékban. Lehet egymást lökkösz. Lökdösni, megtologatni. Na-na, nem jó. De-de. Nem. Nem. Jó, nagyon jó. Nagy a gond, nagy a gond. Nagy a gond, igen. Micsoda, hát bevette. De igen. Még hogy? De még hogy bevettem? Ez... Ez most nagy erő. Nagy előny van most Rosie-nál. Á, ezt már nem is tudom visszahozni. Jajjaj! Jajjaj! Hát úgy bevette Frozen, mint más a kovászos uborkánt. Nézem, most már neked tudok menni. Jaj, szép volt. Na hát, most ez nem volt olyan kiélezett, de gratula minden Frozira tippelőnek. Ez az ropjad neki, Frozi. Az astronauta a sisakodban. Igen, megpuszíltánk egymást a kocsik. Oda néz. Eposzi, fekete velúr, motoros Jackie. Ezért vettem. Igen. Ezért vettem. Izé, blazert. Kellett nekem blazert venni. Na nézem, hogy hol van még ilyen verseny. Elvileg azaz. Aha, látom, látom. Neked is mutatja, hogy mit jelöltem ki? Nem, csak magát a versenyt látom. Ja, azt hittem. Gyerek én is oda. Én is. Most a mindenen át. Vezetek. Ja, az igen. Ez a rossz taktika. Bár nem tudom, hogy hova kell pontosan menni, de nyomom az előre. Ahogy láttam, hogy egy másik oldalon. Ja, basszus. Úgyhogy lehet, hogy nem a... Nem lesz ott a legegyszerűbb felmenni. Itt láttam ilyen XP-s táblát. Szia, olvas fordítva. Na. Mutasd, mennyi táblát zúztam le. Na, Viridianát már leelőztük itt a tábla zúzogatásokban. Két kerekezés. Komolyan két kerekeztem, nem is figyeltem. Neked ez a kocsi bejön, Adri, azt mondod? Ne! Hoppácska. Ó, megvan, hogy hova kell mennem. Ja, itt vagy. Ja, akkor... Ja, hogy ott vagy a hegyen. Ah. Épp nézem, hogy merre kéne menni, de hát nem látom. Szóval megyek előre. Látom. Azt hittem rájöttem, hogy merre kell menni, de nem jöttem rá. Gentle jó éppen elhaladt mellettem. Nálam legalábbis. Igen. Az egy ritkább autójátékban. Hello. Jaj, akartam hello. Mutatni neked valamit, Frozi, ha már itt vagyunk. Ez mondja, autócsere. Nem tudom, hogy neked van-e ilyened, de ez nagyon vicces járgány. Hot Wheels-es kocsi. Hot Wheels-es? Uh-huh. Ezt a küldés után kaptunk esetleg?
Az igen. Az igen. És még hívják is. Nem néz ki egyébként. Érdekes a... Valakit ilyet... valakit láttam ilyennel... ilyen versenyen. Mondom, ez micsoda? Jaj, jobbra kell menni. Ott van előttünk másfél kilométer. És ott szeretnél menni, vagy az úton? Én itt már csak a egyenesen megyek. Hát ez flex szag kapja. Ha. Ki hívott? Na jó, hát de akkor máshová megyünk. De én nem tudom mit kell csinálni, én csak rányomtam. A GPS-en lesz egy pont és azt odaig el kell mennünk. Ja, értem. Én már is beszorultam. De hol van a cél? Már... What? Na igen, ezeknél a fejfej mellettieknél, hogyha valami jobb terepjáród lenne most, mint az a Hot Wheels-es, akkor ugye itt jó az, hogyha levágod és nem úton mész. De ez esetben ezt lezárom. Ja, lezártad? Lehet, itt volt egyébként, ahol megyünk. Ja. Tehát konkrétan a verseny mellé mentünk, sőt, át is mentünk a versenyen, hagyjaj. Visszajövök a versenyhez, csak most téged sem mutat éppen. Adri ki akarta klippelni, hogy bevetted, de nem tudta. Már töröltük a botból. Ezzel a Teams-es dudával arra lehet szivatni az éppen munkába kockolókat. Jaj, igen. Na, nézzünk még egy meccset, viszont ez olyan lesz, hogy Frozy és botok. Ki az, aki nyerni fog? Elvileg valami ilyesmit lehet csinálni. Ki nyer? Azt mondta a Vic, hogy botok ellen fogunk harcolni. Uh-huh. Pontszerzőses? Uh-huh. Jó. Olyan kocsit hozok, ami nem ajánlott. Mit szólsz? Jó. Nem, mégsem. Együtt leszünk, vagy egymás ellen? Együtt leszünk. Gondolom együtt. Jaj. Jó. Akkor... nem tudom, mit hozok még be. Bosztál egy. Aha, egy escort erest. Jó. Megint tudtok tippelni, srácok. Frozy és Yi vagy a botok nyernek? Uha. Jó, akkor én behozok egy aranyautó. Aranyautó? Én is ezt az escortot tudtam hozni, meg egy ilyen aranyautó. Azt be nem tudom, hogy mi a neve. A botokra nem tippelt eddig senki. Majd ha nyerünk, akkor kiderül, hogy mi a neve. Ó, Yuturo. Az a rendszer a Frozynak, hogy Yuturo. Na, tessék, Exocet, ORFE. Ott is van egy, a Yuturo-nál is van egy 800-as autó, úgyhogy... Ja, én azt hittem, hogy az a te rendszámod, a Yuturo. Ez a Peugeot az olyan jó. Meg kéne vennem amit. Ez a 208-as? Vagy nem is tudom. Vagy 7-es, vagy valami. Ez ami itt mögöttünk, ez a kettő jelenleg. Megelőttünk is. Ez tetszik, ez az előzőben nem volt benne, azt, ha jól tudom, mondjuk van pár óra, 1000 órán benne, úgyhogy remélem, hogy nem hagytam ki. Hát eddig vezetünk, mert ugye ők nem tudnak annyiszor megelőzni minket. Na, te is itt vagy mögöttem, ha minden igaz. Igen, csak most realizáltam, hogy ezen az autón ilyen drift gumi van, és nem éppen a legaktuálisabb. Ja. Helyes, látom, azért a botokra is tippeltek, srácok. Bár esélyük sincs.
1150 ponttal előttük vagyunk. Bár még behozhatják. Rosen csak itt sikorog mögöttem. Na hát az a baj, hogy az már kana. Ja, kana? Látom. Na, már most bejött mellém. Mindjárt adok neki egyet. Nem kellett. Lelassított, nem bírta. Az emelkedőt. Még meg kéne előzni a srácokat ott. Az a baj, ők. Az első kettő az annyira elő van. De hát ha, még most emelkedőn megyünk egy jó darabig. Jó. Én vágom. Te vágod? Jól van. Elkezdtem levágni a kanyart. Az előbb. Nekem most ez nem jó. Nem baj. Itt van kanál, beelőzött. A kanál szeret, hogyha jobb első sárvédőnek neki mész. Egyéni íveket is szoktál autózni? Csak azt szoktam, egyéni íveket. Az helyzet, nem tudom mit jelent az a fogalom. Az megvan, hogy az első kettő fékezés nélkül megy végig? Ja. Konkrétan nem fékeztek még előttem. Az igen. Uha. Milyen jó ez a terep. Rész. Ja. Hát ezt már nem bírjuk behozni. Ott van a cél. De így is bőven jó mondjuk. Azért elég sokan tettetek a botokra. De hát mi nyertünk. Vagy nem nyertünk? Derül. Azt hittem, hogy negyedik hely. De nyertünk, jó, oké. Okay. Mert hogy a csapat nyert, de én negyedik láttam. Oké. Okay. Ó. De most mi? Na most ezt annyira nem értem. Most akkor mi nyertünk, vagy ők? Mi nyertünk. Akkor miért ők vannak itt, hogy győztes Paveft? Ja, jó. Oké, okay, oké. Okay. Tehát, hogy ő lett az első, de a mi csapatunk győzött. Oké. Okay. Uha, nekem problémám. Ugye? Lett egy kicsi. Jól értettem, srácok. Mi győztünk. Csak akkor... közben, Hát olyan furán jelezte. Lehet egy monsteres palacokba belenézni. Én nem tudom, Frozen. Videó és vaku. Na, srácok! Neked még van kedved menni? Egyet még mehetünk, ha? Jó. Csak van kedved. Jó. Tudok veled nyomni ilyen góliátot? Így jó, negyed órás Góliát? Let's go! Kolosszust akkor. Nekem jó a Góliát. A Góliátot már megcsináltam, az a gond. Ja, az nem baj. Mert hogy... Akkor mehetünk Kolosszust is, de lehet újra csinálni a Góliát. Nem ja. Csak egyszer. Amelyiket kedvezem. Kolosszust kijelöltem, csak rohadt messze van. Még egy botosat menjünk? Nem tudom, hogy ez a, hogy egyáltalán el tudom-e indítani a Góliátot így, hogy ketten vagyunk. A Góliátot szerintem el tudod. Húha! Ez nem az a játék. Hopp, hopp, hopp! Normál versenyzős, nem tudom, hogy az helyzeten nem vágom le ki, hogy olyat lehetem. Mármint, hogy olyat hogy kell. Igen, te ott vagy? Aha, itt a Apex-re rá tudsz. Hogy hívják volni? Teleportálni, okay. Hogyha. Hát akkor nem megyek ilyen sokan.
Apex, hát... Kék ja, látom, látom. Szia, feltettem. Hát, nem tudom, hogy milyen lesz ez a Gólia, vagy mi ez Kolosszus. Nem tudom, milyet tudok indítani. Uhú, ding-ding, szintlépés. Várjál, még pörgetek egyet gyorsan. Már ha tudom, hogy hol kell. Ott van, pörgetés. Azt mondja, nincs pörgetés, de hát most szereztem. Na mindegy, akkor nem pörgetünk. Lesz a Kolosszus pontozás? Hát szerintem ez megint olyan pontozás lesz. Hogy meg kell előzni a botokat. És én, hát nem tudom. Mondj egy kocsit, mivel menjünk. Már elnézem, hogy miket lehet. Szevasz Zozo, én duálsok 4-et használok. Hát a 918 az elég jó. 918-as Porsche. Oké. Okay. S2? Aha. Ez ingyenes, úgyhogy neked is megvan. Jaj. Meg kell fogadnom az eseményt. Hát... Ez megvan amúgy? Nem tudom amúgy, hogy valaki próbálta már kormánnyal a Forzát. Nekem nincs kormányom. Uha, tud, aha, itt lehet. Ugyanezt hozzam? Ugyanezt aha, a 918-ast? Szóval én még sose játszottam játékokat kormánnyal, de majd ki akarom próbálni. Majd ki akarom próbálni, Zozo, mert biztos feelinges. Ha botos lesz, akkor mindjárt indítom. Mármint, ha pontos botos lesz. Mindjárt kiírja. A Kolosszus! Ez normál verseny, nem? Nem tudom. Nem, pontos. Pontos. Akkor indítom saját, szóval 2 percetek van pontokat rakni rá. Hát mondjuk amekkora a map, figyelj, az út. Mert ez milyen hosszú? Hát széltébb a map. Ja. Ez is egy ilyen 10. Tologatnak egy kicsit. Hát itt nem most úgyis együtt vagyunk. Uha. Monster KFC gyakorlatilag. Jézusom, de az elsők hogy nyomják már? Az de igen. Ő az izével van. A Jesco-val van, ha jól láttam, az meg most jelenleg a leggyorsabb autó. Igen. És szerintem az, nem tudom, hogy gyárilag ő fehér, úgyhogy elvileg annak kéne lennie. Monster gyerek, az pedig a Mercedes AMG vannak. Nagyon jó. Én mondjuk kifordultam. Ó. Nem tud, itt nincs pörgetés, ugye? Vagy? Nincs. Mármint szerintem van amúgy, de attól még ugyanúgy megelőznek. Tehát jobban járok, hogyha nem pörgetek. Nem baj, neked jó lett. Szóval jók vagyunk. Én meg majd behozom őket. Lorenzo. Ah, Lorenzo Jesco-val van. Köszi szépen, Zozo, a támogatásodat. 245-es csírt. Köszi szépen. Jó, nagyon jó. Prózi az első srácok. Hújúj, nem sokáig. Itt a kanyarba sikerült behúzni? Hát egy szokásos... Ütközős mókával? Igen. Kis Dodge-em, ugye ezek nem olyan értékes autók, hogy... Hát itt lehet faltól falig menni. Jajjaj! Uha, itt... Ez egy ilyen nagyon erős patkó, ez... Hát igen, a Porsche-ből Porsche marad a meccs végére, de nem baj. Nagyon szép amúgy. De amúgy az nem baj. Melyik autó ez? De konkrétan 3.30-al megyek egyenesen, és a Lorenzo-nak semmi, tehát mindjárt belőz. Ja, én is 3.30-al nyomultam itt.
Hát, lehet, hogy most megfognak. Nem. Jó. Ahogy látom, én ezt a hátrányban nem is nagyon fogom tudni behozni. Főleg, hogy gyakorlatilag itt a kanyarban megálltam. Most a Lalo the Giant az ebbe letrollkodott ott a dologba. Kilökte a másodikat meg a harmadikat. Igen? Helyes. Hát nagyon le vagyok maradva a tőletek. Igen, ott látom, hogy... Ujj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 
Jó ez a Porsche amúgy. Teljesen gyár is olyan jól megy. A Frozen nem lesz első, meg én egy kicsit hátrébb esek, akkor simán nyerhetnek a botok. Azt nézem. De egy-egy hely valószínűleg. Most nagyon lemaradtak, mi történt ott? A második, harmadik Hoppá. Valamiért befékeztek. Most nézem, hogy letört mindkét visszapillantom. Ez... Nekem is. What? De a jobb oldala még nem is törött az autómnak. Hogy tört le a visszapillantó? Volt ezen egyetlen visszapillantó? Volt, nekem most esett le. Na így. Jelentem. Most tartok a 28%-ánál a mapnak. Wow. És utolér! És utolér a srác! Jó. Ott a hegyen, ott nagyon óvatosan gyertek le. Most gyere le. Ó, már végre látlak titeket. Na jó. De megyünk a városba, ez nagyon jó. Város az mindig jó. Na, pedig vártam, hogy... Ki forgalom lesz, vagy valami, de nem. Nagyon jó, itt van Lorenzo. Vad? Rám fékezett, persze. Megint történt valami a másodikka, meg a harmadikka. Megint megálltak a kanyarba. Kis sárga autóval. Lotusszal. Lorenzo annyira visszaesett? Ja. Hoppá. Na, így. Egy van előtted is. Ja. Stabil a win. Új. Jó, itt majd nagyon fékezni kell. Hallod? Spárta blokkol. Láttam, hogy mindenki egyenesen a falnak. Itt is, itt már korán el kell kezdeni fékezni. Én azért neki mentem a falnak. Én is, szépen telibe elkaptam. Most gondolj bele, hogy mi lett volna, ha azt a Hyundai-t választjuk. Hát, egy fél órát még itt van, itt vagyunk, az biztos. Csak az a baj, hogy a botok meg nem ugye, nem azzal jöttek volna, és... Ajaj, Lorenzo! Ujjjj. Lorenzo felhozta magát. Még nem tudom, hogy ennek a Hyundai-nak milyen autók vannak így a kategóriájában, de biztos, hogy jobbak. Hát így is mi hoztunk most egy S2, nem tudom, hanyas kocsit. Azt amúgy ők egy 30-assal jobbat hoztak. Ja, hát igen. Hát ez az AMG van, aki most mögöttem van, a Monster KFC. Ez... Szintén szerintem az egyik legjobb autójátékban jelenleg. A Lorenzo-i az meg egy zseni autó lenne, csak... Hál' Istennek bot. Nagy a baj. Igen, ott az. Nagyon rossz érzés, hogy kettő autóban. Szó szerint úgy mögöttem, hogy néha így beleugrik a kamerába.
Ja, 16 perces kör. Ez a pálya. Igen? Na, most van az 50 százaléknál. Uha. Megint nagyon dodge körök lesznek itt. Sikerült időben lefékeznem még. Megelőztek. Jó, vissza. Nem is figyeltem most, hogy pillanatra megelőzött, hogy akkor most visszas. Nem nyertünk volna, vagy nyertünk? Nyernénk. Jó. Nyernénk, mert elől vagyok. Húha. Lesz egy ilyen vizes jobb kanyar, utána lesz egy erős bal kanyar, annál megint nagyon fékezni kell. Ott igen. Köszönöm. Júj. A fülembe duruzsolnak a botok. Nem jó, nagyon nem jó, nagyon nem jó. Jó, nem baj. Monster KFC az... Azt hiszem láttam, hogy mi történt itt. Ez gyorsabban szállítja a csirke szárnyát. Semmi baj. Laló, ő is jön. Az óriás. Sikerült a lézeren pattani egyet. Ne, Laló ne! Laló nem akarsz megelőzni, ugye? Jó. Ajajajajajajaj. Laló, te huncut. Hát szerintem a monstert nem fogom megelőzni. Vagy hát... Még van idő, Frozi. Igen, de... Beférnek közénk, nem tudom, vagy 10 másik autó. Jajjaj, Laló. Az nem jó, Frozi. Az nem jó. Mondjuk még így is jó vagyunk egyébként. Nagyon durva ez a kanyar. Kár, hogy nem mentünk fel a hídra. Ezt a hídat nagyon szeretem. Igen. Ez nagyon szép híd. Na, a lézert annyira kilöktem, mert nem hagytam, hogy bemenjen a checkpointba, hogy vissza is esett. Márral. Igen, csak az a vicces, hogy látod a botokat milyen gyorsan visszadobja. Hát én szerintem azt a második helyet el kell, hogy engedj. Nem, meg lesz. Ha lesz egy hajtűkanyar, Laló, azt nem fogod túlélni. Hát Laló, ez szivacs. Hihetetlen, hogy Laló mennyire gyorsan. Viszont az első meg köztem annyi van, mint nem tudom, hogy itt köztünk. Tehát, hogy így ja. Utolérhetetlen. Ezt az egy kanyart így elrontottam. És ezért így szív. Baj? Ok! Sugarbird egy kicsit megnyomta. Na. Mindenki... Hogy gyorsulnak ezek a kocsik? Gyakorlatilag, aki itt elhúzna mellettem bot, annak úgy gyorsul a kocsia, hogy nem tudom, mint hogyha én valami... Szélárnyékból jönnek ki, gondolom. Ja, mondjuk igaz. Azt csinálta most itt a Laló is. Hú, igen, ott a Lalónak meg a Mercinek ott... Hoppá, a Merci... Utolérném a Mercit. Nem jó. Visszadobd. Mi, hová megy a visszapörgetés? Haló? Hát vagy negyed órát visszamentem az időbe. Hát ez így nagyon nem fair. Hát... Mindegy, harmadik, negyedik helyet, ha megtartjuk, még ez is. Ja. Jó lehet.
Hogy elhúzott Laló meg a monster? Okay. Az baj, nem pörgetek vissza a állóhelyből leindulni. Uj. Ütköztem. És már tologatnának. Én azt a Lalót tologatnám, meg a Mercit ott elől, de hát... Most fogom őket utolérni. Az már tényleg az a kategória. A Mercit azt utolértem volna a Monster KFC-t, és nem tudom, hogy... Miért lett volna gyorsabb ez a Porsche. Mi történik ki? Már? Csak Adri reakcióját láttam, hogy csinálni. Én nem tudom, mire gondol Adri. Adri szerintem csak a halucinál. Sok volt a KFC-s csirke. Monster-el. A Monster KFC? De, mész innen! Lorenzo! Nem az utolsó pár százalékba fogsz megelőzni. Még az az igazi taxam úgy, a legutolsó helyről felhozod rögtön. Egy kis... cheat-tel. Még szerencsére még nem találkoztam cheat-elre. Nincs égtem volna. Hú, én sem. A Microsoftnál jó anti-cheat egyáltalának, azt mondod? Hát... lehet, de láttam már videót róla, hogy mikor így szegény srác elindulna. Én... és így valaki már beért, és tudod, hogy kiírta, hogy fél percetek van beérni azért, és így, ugyanígy, vagy Góliát, egy kolosszus, vagy valamelyik volt. Én beírtam azt, hogy Forza Horizon a YouTube-ra, és rögtön olyanokat dob ki, hogy hack, money hack, meg ilyenek. Tudod, így automatikus kiegészítéssel mögé. Amúgy... itt vannak előttem. Na, hajrá! Lalóék, csak az a baj, hogy 4% se. KFC tettél jó hidegen. Meg kell melegíteni, tehát nincs mese. Ha mikro nincs, akkor ráülsz. Menjél kicsi Porsche! Szélárnyék! Oly messze vannak! Laló, megvan! Második hely! Jó, megvan! Nice! Pont úgy, ahogy most te mentél, én a Lalót löktem oda. Szép. Hosszú ez a kolosszus. Bár a Góliát tényleg hoztam. Ott van, picivel. Két csapat nyert. Senna. Csak tényleg nem értem amúgy, hogy miért más táncol a hát. Tehát nem a mi autóink vannak ott, de... amúgy meg mi táncolunk ott. Nem értem én se. Na, 50 ezer Ronaldo-t pörgettünk. Nice. Hát... én inkább ruhát pörgetnék, vagy imótot. Én kaptam egy Skyline-t. Egy 87-eset. Az igen. Meg kapom a szinteket is. Majdnem amúgy 39-es lettem. Ha most ki lett volna húzva az autós kiváltságokból minden erre a Porsche-re. Ez jó lett volna. 30% tapasztalat pont pluszba meg. Ez rengeteg pénzt adott volna, ki is húzom az egészet. Nyerd meg a kolosszus, meg is adtam. Hey Cobra, jó, köszönöm szépen. Kaptam valami 65-ös autót is, ez nem tudom mi lehetett. Na jó, Frózi, köszi szépen a meneteléseket, aztán... várlak, mondjad. Bocsi? Mondjad. Nem csak még volt egy pörgetésem, és egy Mercedesben az X-osztály lett, ami lehet, hogy egy rondább autó, meg egy rondább pick-up, de én nagyon szeretem. Na, én is köszönöm. Van.
Holnap is várlak, hogyha még van kedved, időd, meg ilyenek. Jól van. Ja, rá is nézek. Délután. Jó, rendben. Na, zsír. Zsír, zsír. Köszi szépen. Köszi, köszi. Hello, hello, szia. Hello. Na, skacok. Nem tudom, hogy tetszett ez nektek, de jó volt. Azért haladtunk itt a Apex-es küldetésekkel. Ha megnézitek, még van egy csomó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és van 9, szóval, hogy van még itt feladat, amit még kell csinálni. Hogy pontosan miket kell itt, azt annyira nem vágom. Szerezd meg El Campeón áldását. Ez a feladatunk. És ahhoz, hogy El Campeón áldását megszerezzük, gondolom én kell csinálni ilyen feladatokat. Ha tippelnem kéne. De hát mindegyik ilyen kéket megcsináljuk, aztán El Campeón megáld majd minket, azt csinál. Amúgy igen, mi nyertünk Frozennel. Nem-e fárasztó 7 óra stream? Nem, régebben még többet streameltem, ilyen 12 órákat meg ilyenek. Lol, neki megy 250 plusz kilométer per órával a betonba, és letörik az első tükör. Az a helyzet, Zozo, hogy itt, nézd csak, be lehet állítani, talán meg tudom mutatni. Újabb pajta leletről szóló legyka. Mutatom nektek, hogy mit lehet csinálni. Hogy milyen versenyt nyomjunk. Egyéni. És akkor mutatom nektek, hogy miket lehet beállítani. Talán meg tudom nektek mutatni. Nem fogunk versenyt menni, csak a beállításokat mutatom meg. Az El Campeonos az egy történet, nem kell megcsinálni versenyeket hozzá. Ó, hát köszönöm szépen, Bandi. Akkor ezek szerint én hülyeséget csináltam. Hanem itt vannak a beállítások? De itt vannak. Na, nézd csak, Zozo. Itt van, hogy milyen nehézséget akarunk. Nagyon gyakorlott drive-atár fékezésnél mi legyen, kormányzásnál mi legyen, kipörgésjátó, stabilizátor, váltás, nyomvonal, sérülés, gumikopás. Tehát, hogy be lehet állítani, hogy nagyon durva sérülések legyenek. És itt van még egy csomó minden. Még egy csomó mindent be lehet állítani. Hogy milyen nehezítést akarsz, ez az ilyen kazuális, átlagos, talán egy kicsit átlag feletti nehézség a játékba. De tényleg minden durván be tudsz állítani, hogy mi hogy törjön. De alapvetően ez nem egy szimulátor játék, tehát hogy ha 300-zal neki megyünk egy korlátnak, vagy egy fának, akkor nem megy tropára a kocsi. Ez a botta lévő verseny ilyen channel point van. Ja, ennek nincs is értelme, úgyhogy ilyen nem lesz több. Bár lesz, mert ki tudja, mikor előznek be a botok. Simán tudunk úgy hibázni, hogy beelőznek minket. Na jól van, akkor azt mondta Andy Bandi, hogy ez egy történet, tehát valószínűleg valahol akkor itt van. Amit én nem látom, hogy hol van. Teljesített elismerések 16/23. Ó. Oh. Hát nem tudom, hogy hol kell ezt keresni, de hát majd a következőben. Ó, oh, talán ez az. Ó. Oh. Nem. Hát akkor nem tudom, hogy mi az, amit kell keresni. De legközelebb jobban felkészülök erre, mert azt hittem, hogy most ezeket a pályákat kell csinálni, aztán úgy haladunk a küldivel. A kövi streamre megkeresem, hogy hol van az F40-es pajta. És oda fogunk menni, így fogjuk kezdeni a holnap délutáni streamet, mármint a forzás részét. Megkeressük az F40-es pajtát, és szépen kitermeljük belőle a jó kis Ferrarinkat. Melyik autóm a leggyorsabb?
nem tudom, itt a izéket kell nézni, ezeket a számokat. S1-nél jobb az S2? Lehet, hogy amúgy ez a Porsche a legjobb, hogyha az S2 a legjobb. Szerintem amúgy igen, úgyhogy valószínűleg a Porsche a legdurvább. Szerintem Porsche a legdurvább, viszont ez a Ferrari meg a legdrágább. Ja, Porsche a legdurvább. Szia, Little Mao. Hát még itt vagyok, de már megyek is. De azért még megvártalak, jó? Na, skacok. Szuper volt a mai forzázás, igaz, hogy annyira nem haladtam a történettel, mert hülyeséget csináltam, de legközelebb nyugodtan szóljatok, hogy Jánter, nem a izét csinálod, nem a kalandot csinálod, és akkor visszatérünk majd a kalandra. Amúgy, hogyan megy a kocsi fejlesztés? Kocsi fejlesztés úgy megy, hogy elmész... Nem ide az autótuninkhoz, de ilyet is tudsz állítani, hogyha nagyon értesz a kocsikhoz, akkor tudod, hogy mit hogyan kell állítani. Én annyit megtanultam, hogyha esős időben megyünk, akkor be kell állítani, hogy ne legyen olyan nyomás a gumikba. Ennyit tudok, de amúgy itt egy csomó mindent be lehet állítani, szóval nyilván rá tudsz készülni egy-egy versenyre. És ha elmegyek ide, hogy fesztivál izé, akkor itt tudom fejleszteni a kocsimat, alkatrészeket tudok benne cserélni. Itt van, fejlesztés és tuning, és automatikus fejlesztés is van. Ilyenkor S2-s kocsit varázsol belőle, de hogyha egyedi fejlesztésben nyomod, akkor akkor itt láthatod, hogy mi az, amit tudsz benne cserélni. Légbeömlőt. És látod ezzel, hogy milyen minősége lesz a kocsinak. Most pont amúgy takarom a kamerával, de láthatod, hogy megnő a sebesség, meg megnő az értékelése is. Ez különösen akkor veszélyes egyébként, hogyha kategóriákat lépsz. Mert hogy vannak ezek a kategóriák, hogy A, B, S1, S2, meg ilyenek. És... Általában hasonló típusú és osztályú kocsikat tesz egybe, tehát nem fogsz tudni együtt versenyezni egy S2-essel egy B-s kategóriájú kocsival, még hogyha azonos típusban van. Mert van ez a kategória rendszer, meg van az a rendszer, amit úgy hívnak, hogy mindjárt mondom. Talán az aukciós háznál jobban fog menni? Na, igen. Erre gondoltam, hogy... igen, van a teljesítményosztály, meg az autótípus. Furgon és platós, kultuszautók, rodok és különlegességek, terautók. Tehát vannak ezek a típusok, ami a fő... Tehát vannak versenyek, amikre bizonyos autótípussal lehet menni, illetve... azon belül is néha van szabályozó, hogy milyen osztállyal tudsz venni. És itt vannak az osztályok D, C, B, A, S1, S2, meg X. Ha rommá töröd a kocsid, és úgy állítottad be, akkor kell CR-t vagy valamit fizetni a javítását? Nem, itt nincsen ilyen javítás. Ez abszolút árkád versenyzős játék, itt nem kell ilyen realisztikus per szimulátoros dolgokkal foglalkozni. Az nem tudom melyik játék, talán az Assetto Corsában van ilyen, de a Forzában szerintem egyáltalán nincs. Nem tudom melyik az a játék, ahol fizetni kell a törésért például. De az nem ez az árkád autós játék, mint a Forza. Nem tudom milyen olyan játék van, ami így új, és van benne ilyen nagy autótörés. De fesült a Porsche-n is, de az ilyen volt. Látszódik a törés, de nincs jelentősége. A Colin McRae-ben kellett. De rég játszottam már azokkal. A Dirtben, na tessék Zozo, ha az új Dirtben például kell fizetned azért, mert összetöröd a kocsidat.
ez nem olyan. Na jól van, skacok. Egy picit azért haladtunk a célokkal, a kalandokkal és a fesztiválokkal. Ha legközelebb valami olyat csinálnék, ami nem kaland és nem a fesztivál, meg nem a Ferrari F40-es megszerzése, akkor nyugodtan szóljatok rám, Forza szakértők, hogy hülyeséget csinálok. Tehát ebben az esetben nyugodtan rám szólhatok. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Hát már ennyi. Holnap folytatjuk a forzázást. Jövő héten szintén lesz szerintem Forza stream, mert nagyon élvezem, és még van mit csinálni bőven. Tényleg szeretném egy kicsit jobban megérteni a Forzát, azon felül, hogy nyomom a gázpedált, meg néha a féket. Ennél kicsit jobban meg szeretném érteni, mert vannak dolgok, amik még azért annyira nem világosak. Még bőven a kezdő kategóriába tartozok itt a forzásoknál. Úgyhogy, ha valami kérdésem van, tudom, hogy rátok számíthatok. Illetve nyugodtan keressétek meg a Jánteres klubot, és csatlakozhatok. Még van hely. Több mint 1900 hely van még. Úgyhogy csak bátran. Én meg elfogadom az invitációitokat, mármint a kérelmeteket. Legkésőbb a következő Forza streamig.